uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani! Sziasztok! Hello Feri! Hello Bello! Hello mindenkinek. Én még nem hallom, hogy hogy szólunk, de biztos. Te tökéletes. Ne. Jaj, ne. Szerintem megint? Vitki. Megint, jól. Nem fogod elhinni. Őrületesen? Tolbi Szőrándőt pont egy DD. Egy 150. verzióban szólunk éppen? Pont egy. Teljesen jók vagyunk. Teljesen jók vagyunk. Leszámítva az időjárást. Nem tudom, nálatok mi volt, de én ma már kétszer keltem. Volt nálatok vihar? Hát egyszer, hogy. Egyszer éltem, hogy azt mondjátok, hogy semmi nem volt megint. Egyszer 2:30-kor keltem. Na azért. Akkor olyan dörgés és égzengés és irgalmatlan felhőszakadás volt, hogy mondom, ezt én nem fogom kibírni. Több füldugó nélkül, ablakok be, macska be, füldugó be, visszafekszem, utána keltem természetesen 4:35-kor, na mondom, egy picit korábban kellek, mert nyilván el kell majd lapátolni a vizet az utcáról. Hát felkeltem, aztán ellapátoltam, 3-szor, utána pedig hívtam egy taxit, mert tudtam, hogy nem fogok beérni soha BKV-val. Én ilyen felhőszakadást Lőrincen még nem láttam. Jó, kicsit örültem, azt hittem, hogy azt mondtad, hogy mi van nálad. Nálam nagy vihar volt, jövök majd, bemesélem el nálatok meg a... Hát nálunk nem is esett, nálunk nem is dörgött, nálunk nem is villámlott. Alig aludtam én is éjszaka. A 13. kerületet azt most csúnyán megkínálta a vihar, megkínálta szombat este. Én még nem voltam benne a városban, de az Annával most beszélgettünk. Figyelj, ott ami volt, meg van egy szomszédom, aki fölhívott, azt mondja, hol vagytok, Velencén, nagyon jó nektek. Állt az egész, úgyhogy tengelyig álltak a kocsik a vízben, mert valahonnan elkezdett visszajönni. Éjszaka vagy reggel? Ez szombat este volt. Ja, szombat. Ez szombat este volt, ez volt a szombat esti, de úgy, hogy fákat csavart ki a szél. A másik az meg ma reggel, az meg ugyanaz, mint Janinál, meg mint nálad is. Igen, az éjszaka jött. De hideg nincs, mert én ilyen 20-21 fokot mértem, tehát hideg nincs, meg azt mondják, hogy 30 fok lesz, amit most még kicsit nehéz elképzelni, de kemény. Ez az eső gyerekeket most már elég, nem? Ez egy hihetetlen mennyiségű eső. Nagyon durva. Aki erre azt mondja, hogy jaj, de jó, mert jót tesz a földnek, meg hogy nem baj, hagy essen, mert én szeretem az esőt, na ennyire nem szeretett is senki az esőt. Én ilyen szent borzadájával figyeltem azokat a képeket az interneten, meg a mindenféle ilyen meteorológiai portálokon, amiket így beküldözgetnek a kedves honfitársaink az ország minden pontjáról, hogy térdig járkálnak a vízben, meg hogy az autók így, ahogy Feri is mondja, tengelyig elsüllyedve, és hát gyakorlatilag hasonló képeket láthattam én is most az Üllői úton rengeteg helyen. Ja, hát a péntekről meg ne is beszéljünk, mert a Hooligans koncertet, illetve a Tóth Gabi koncertet megint elvitte. De úgy vitte el, hogy én beszéltem tegnap este pont azokkal a ródokkal játszottunk, Megyes Egyházán, akik ott voltak, azt mondja, hogy ilyet ők még nem láttak. Nagyon súlyos volt. Most kapaszkodni kellett a sátorba, hogy ne vigyel. Ment a koncert, és egyszer csak valaki szólt, hogy bajva idáig jutott el, és megérkezett a vihar, lehúzták a izét, a fedést, a keverősátorban 8 ember kapaszkodott. Igen, hogy kapaszkodtak a sátorban, igen. Mi még nem voltunk egyébként akkor, és hát a dolog iszonyatosan súlyos volt, ráadásul én közben figyeltem az interneten, hogy hol esik az országban, sehol, csak ott. Tehát, hogy csak ott lelén esett, olyannyira, vegyétek komolyan ezt, amit mondok, hogy 1 kilométerrel följebb egyébként Keszthely felé nem esett. De nálunk is vihar volt. 100-szor felé, lefelé, hogy hívják. Az érdekes, mert nálunk is vihar volt. 15 percet esett, tehát hogy így legalábbis az időkép alapján gyakorlatilag ez volt az a gócpont, ami valamiért nagyon-nagyon kapta. Mi egy 30 kilométerre voltunk lellétől, mert ott szálltunk meg, és ott is brutális vihar. De hogy egyébként meg az országban mindenhol egyébként tök kellemes idő volt, de valahogy valami, én nem tudom, hogy a Hooligans vagy Tóth Gabi vonza be. Szerintem a Hooligans lehet egy idő. Az a klassz nyár, ez nem annyira. Ez nem annyira. 3-ból 2 off. Ez most egyelőre nem tudjuk annyira behúzni. Figyeljetek, Lele a vízek városa volt, olyan volt, mint nem tudom, mint a Velence lett volna, mert a szegélykövek között az utak gyakorlatilag teljesen feltöltöttek vízzel, olyan, mint hogyha csatornák lettek volna. Elképesztő durva volt. És Gabi is elmaradt? Igen. A királyék még voltak. Tudomásom szerint. Én beszélgettem a szélszes lányokkal, hogy egy pár szót tudtunk váltani utána, és akkor úgy volt, azt mondták, hogy a királyék még voltak. Utána pedig mindenki menekült gyakorlatilag a strand egész területéről. Nagyon durva volt. Hát azt hiszem, hogy mentek be egy nagyobb, komolyabb autóval, egy ilyen munkagéppel. Ott és is maradt az is. Hát az történt, hogy szétdurrant a gumia. Igen, ráállt a színpad sarkára, és ott azonnal eldurrant. És ott eldurrant, és ott is maradt.
Úgyhogy nagyon súlyos. Ő azért ment be, hogy kihozza a többi autót. Igen, és ott is maradt. Tényleg? És szépen le is robban? Megfáradt és megpihent. Na mindegy, igen gyerekek, hát ez kemény. Tegnap is volt egy kis vihar a Visegrád környéke, mert éppen ott voltam, úgyhogy hát ez most ilyen. Nem, nekem nem kell locsolni, én a jó oldalát nézem. Hát az a baj, én hogy a vízszámlám most azért nagyon sokat spórolok. Hogy ez már olyan mennyiségű víz, hogy itt már azért a halak jobban érzik magukat, mint a növények szerintem. Nálunk nincsen semmi a hátsó kertben, meg egy csomó helyen azt látom, hogy mindenki van rohadva. Pont reggel mondta a Feriéknek, hogy a fenyőnk alatt gombák nőnek. Értitek? A fenyő alatt. Tehát, hogy egy darab fenyő van az előkertünkben, ha azt annak lehet nevezni, és gombák kezdtek el nőni alatta. Tehát, hogy azért érted, amikor már egy fenyő alatt, ami alatt nem szokott gyakorlatilag semmi nőni, akkor már elkezdenek kisarjadni a gombák, hát azért az már jelzi, hogy extrém mennyiségű víz van ott a talajban. Mi holnap reggel várunk egy gombaszakértőt, mert János behozná, ha olyan, akkor megcsináljuk. Néha nekem is nő gomba a kertbe. Teljesen váratlan a fűbe. Nagy eső után, az kijönnek. De a spóra valahogy odafújja őket. Vagy a spórát, és ez kinő, teljesen váratlanul. A fű között egyszer csak ott a gaz mellett kinő a gomba. És átadod a szomszédba, hogy tessék kísérletezni, áthallja. Én mindig odaadom, hogy főzzenek már belőle valami jó kis reggelit csináljanak már belőle, de még nem mondták, hogy nem volt. Ez milyen gomba lehet ilyenkor? Hát odafúj valamit a szél, mi? Vagy a madárnak a lába, vagy méhecske? Átrúgja a szomszédba a madárnak a lába. A madárlába. A kapirgáló tyúk lába hátrafelé átrúgja a szomszédba. A madárlába belerúg egyet, igen. Igen, nézegettem a gombahatározatot, de hát ez olyan, hogy én... Azért még ne állj neki főzni. Azért, igen, meg nem bízom senki abban a gombában, hogy tőlem kap ajándékba, mert... De osztogatod akkor az bőven, persze. Úgyhogy nagyon kemény volt tegnap, meg fönn voltunk tegnap délutántól estig mondjuk a Kisvábhegyen mászni, és ott meg rekkenő hőség, olyan szárazság, hogy majd belepusztultunk. Na most egyik nap tényleg ilyen sivatagi hőség, másik nap meg jön a monszun. És nem is megy el a héten, nekem az a fura. Nem már, ez lesz egész héten. Azt írják, hogy... Hol ez a nyár? Gyerekek, nem volt 3 napot, nem volt jó idő egyre. Jó 3 volt. Ma de megint... olyan, hogy mint tavaly, hogy volt 2 olyan hét, amire azt mondtad, hogy na ez igen. Emlékeztek? Akkor mondtuk, hogy na, aki most ment szabadságra, az de jó járt. Hát most ilyen hetet nem tudtál mondani. Hol van az a krézi nyár? Hol van az... Csak klasszikusokat idéz, ne bánj. A világból ki lehet üldözni ezzel. Igen. Atyaisten. Ők még vannak? Még zenélnek? Hogy ne lennének. És még lesznek sokáig, hogy téged idegesítsen. Ne. Csak ha meghallom ezt a számot, akkor borulok ki. Hol van ez a krézi srác, az kész. Jaj, gyerekek. Mi újság egyébként? Jó volt a hétvégem? Nagyon, nagyon szuper. Én elindultam pénteken ugye az adás után, a kitelepülés után, hogy hazatekerek, eljutottam Balatonszemesig, azonnal 7 kilométer, eljutottam odáig bringával, ott meg kellett állnom, és úgyhogy ott maradtam, ott kellett állomásoznom aznap éjszaka, de szerencsére riasztottam a családot. De mi megkínáltak valamivel? Megálltam, ott van nekem egy ismerősöm, hogy mondom, ígyunk egy kávét, meg reggeli. Ki vagy a Feri? Reggeli mondta, hogy azonnal innunk el, mert ő is szomjas, tehát ugye egy fröccset legalább ígyunk meg, úgyhogy ott én eldobtam a biciklit, lelakatoltuk, mert hogy ugye alkohollal nem vezetünk, még akkor sem, most már lehet, de riasztottam a családot, hogy jöjjenek le azért ők is, és azért tudom én is, hogy milyen idő volt, mert mi ott voltunk Szemesen, bementünk délután fürdeni a srácokkal a Balatonba, gyönyörű napsütés, kijövünk, mondom, na, öltözünk át, megyünk vacsorázni, átmegyünk a koncertre, mire fölértünk a szobába, addigra nem láttad a Balatont. Igen, de olyan nagyon durva volt az állat. Úgyhogy ott maradtunk, szombaton viszont mondom, akkor most már nincs, mert el kell indulni. Akkor volt az, hogy akkor viszont 40 fok és napsütés. Jó kerékpáros, mikor indul el? 11 óra 30 perc. A legjobb időben. Akkor szinte semmi UV, árnyék, mindenhol. Na, odáig jutottam el, hogy Székes, vagy mi az, Siófokig eltekertem, az egy olyan 40 kilométer majdnem. Mondom, itt az idő, Ferko, hogy kipróbáld. Hogy feldobd a Vaterára a biciklit. Nem, a Magyar Államvasutak azon szolgáltatását, ahol van kerékpár szállítás, mondom, a Siófok Fehérvár szakaszt megteszem, az megint egy 40 kilométer, azzal is bejegyek. Arra külön kell jegyet venni? Külön kell jegyet venni. Egyébként nem drága, 290 forintért vitték el a bringámat. Az teljesen baráti. Meg én mentem, azt hiszem, egy ezreség, tehát ilyen 1300 forintot fizettem. Figyelj, tudod, hogy milyen a MÁV kocsi? Hát nem hittem a bringás kocsi? A bringás kocsiban úgy van, megvan felezve a fülke, föl tudod akasztani a bringádat, így az első kerékre fölállítod. Ilyen, van wifi.
a kocsin, olyan a WC ajtó, hogy már nem nyúlsz hozzá kézzel, gombbal nyomod meg. Megőrül. Megnyomod és elmegy oldalt. Bemész, visszazárod, van egy másik gomba, azzal retesz. Volt a toaletben víz, tehát a ürítés után. De mi ez, valami Intercity vagy valami? Ez nem, ez egy nem, sima. Semmi extra. Ez tényleg. Semmi extra vonat nem volt, ez egy normál, nagyon színvonalas volt, tiszta volt, le lehetett ülni a bringád mellé, vigyáztál rá, nagyon szép volt a WC, volt víz a kézmosóba, én ilyet mondjuk régen vonatoztam már annak idején nagyon sokat, akkor soha nem volt ilyen, hogy van víz benne, kezet tudtál mosni, megint piros gomb, zöld gomb, kijöttél belőle. Hát ha már időben óriási. Nem ér oda, akkor legalább ez legyen jó. A miénk az járatos. Igen, meg tudja vizet inni, ha már kiszáradtál a késés miatt. Igen, de a miénk az nem az rendes volt, oda is ért, Székesfehérvárig elmentem. Ja, és még egy, a Balaton parton, képzeljétek el, az van az állomásokon, hogy ilyen zöld, meg narancssárga mellényben vannak emberkék, fiatalok, lányok, fiúk, akik beszélnek idegen nyelveket, rá van írva, hogy MÁV segítő, fiat jöttek a turista a srácok, mindenki kérdezgetett, ezek németül, angolul, magyarul. És ez hol van? A végállomás? Ez Siófokon volt, ahol én fölszálltam, szerintem a többi állomás helyen is van, mert másút is láttam, fölteszik a biciklit, ha nem bírod el egyedül. Marha jó. Nem mentél tovább, ez nem Tokió volt? Ne, nem tudom. Nem, majdnem Ausztriában szálltál le valahol. Ott jellemző. Úgyhogy ez nagyon-nagyon korrekt. Nagyon, tényleg tiszta volt a vonat, nagyon szép volt minden, úgyhogy én most a MÁV-val vagyok. Majd nyilván, aki most késik és egy órát áll azért, mert faág dőlt a sínre, az nem így van vele, de ez a tegnapi ízé. Vagy ilyeneket csinálok például, ha te úgy mész túrázni mondjuk Budapestről, hogy felszállsz a déliben bringával, lemész Siófokra, körbetekered a Balatont, vagy ott csinálsz valamit és visszajössz, akkor még az is van, hogy a retúrjegyet veszed, csak a biciklidnek is van ilyen olcsósítás. Szóval hogy tökre rámentek erre, hogy kerékpáros turizmus. Nagyon, de nekem nagyon szép. Úgy ülsz, hogy látod a bringádat? Úgy. Aha, tudsz úgy ülni, ott vannak mellette. Nem ülések. Egy légtérben, csak mondjuk ugyanabban a vagomban. És tök jó, tényleg. De rálátsz. Rá, abszolút. Aha. Tehát nincs az, hogy leűsz, fölakaszod, azt mire mész addigra. Valaki már leszállt vele. Valaki már leszállt a bringádat, mert azért ez Magyarországon jellemző. Meglepően patent egyébként. Tényleg jó. Úgyhogy nem tudom, hogy Feri most a MÁV-val van, vagy valószínűleg mondjuk nem lenne a MÁV-val, hogy Kőbány Kispesten állna ebben a felszakadásban ott a... Igazad van. Azon a MÁV-állomáson, ahol egyébként zuhanyozni lehet a mozgó lépcsőn is konkrétan. Jó, ebben igazad van, mondom. De lehet, hogy ez egy plusz szolgáltatás. A drágább jegyére szűsek lecse. Én, amit láttam most szombaton, Siófok, Fehérvár viszonylatban, az nagyszerű volt. Egy pont náluk. Gondoltam rá, hogy mondom, basszus, 2 kilót, 200 kilométert, vagy több mint 200 kilométert tegelsz két nap alatt. Itt 170 lett. 170 lett, ott egy 40 kilométert kiütöttem belőle, de nem bántam, mert amikor 3-kor leszálltam Fehérváron, akkor még mindig 35 fok volt, és onnan elég volt pont hazamenni. De jó, jó volt. Jó volt így is. Meg legalább megtapasztaltam ezt a csodát. De az, hogy ilyen segítőkészek, meg hogy beszélnek nyelveket, ott ezek a segítők, az tök jó. Szerintem. Nem lehet, hogy ők voltak a turisták? Azért beszéltek idegen nyelveket. És a furán kovájgók a MÁV dolgozók? Akik tanácsot jöttek kérni, hogy melyik megállónál szállták le? Maguknál hogy van ez külföldön, hogy működik? Igen. De ez nagyon pozitív. Vajon ők ilyen társadalmi munkával csinálják? Vagy ez ilyen diák munka lehet? Vagy ők ezért ebbet vízut kapnak, hogy ott ki tudja mi? Lehet, hogy ezek ilyen középiskolások. Meg ilyen MÁV vasútforgalmiba járnak, vagy ilyesmi. De azt tudod, azt most már kötelezően kell csinálni érettségi előtt. Közmunka van, közmunka. Igen. Közmunka, lehet, hogy ez a közmunka. Nem tudom. De mindesetre szimpatikus nagyon közleményezés. Aha. És akkor falevél se hullott rá sínekre. Sem. Így mentünk. Így. Értem. Nem is ja, volt még. Ről ért eszembe meg az így mentünkre. Képzeljétek el, tegnap ilyen kalandban volt része a családnak. Parkolóba voltak, itt bevásárló központban a közelünkbe. Lényeg a lényeg, hogy itt szállnak éppen ki a kocsiból, csukják be az autót, indulnának be állati kaját venni, és akkor így egyszer csak hallják, hogy gurulok, gurulok, gurulok! És képzeljétek el, egy mellettük lévő autóba mama bement a közértbe, vagy akárhova, és a picit nagyobbacska lányát, már ilyen virágkora körüli volt, ilyen 10 éves, de hogy én nem még a 10 éves korán, és elfelejtette behúzni a kéziféket, és lejtőn állt meg az autóval, Jézus. Kocsi megindult, Jézusom. Gurult befelé, középre, ugye ezzel a másik oldalon is kocsikáltak meg, hát ott azért sétálgatnak emberkék, és gurulok, gurulok, gurulok. De ez a gyerek volt, vagy a még a gyerek, a gyerek bentről. A gyerek bentről a kocsiból. Móni szólt neki, hogy kiabáltak, hogy húzd be a kéziféket, nem tudom tudta. melyik, ott jobb oldalt magad mellett húzd be. Most az történt, hogy mire behúzta a kislány a kéziféket, addigra gyakorlatilag már majdnem kim volt teljesen az autó középen. Most mi van? Jön arra egy autó, jön arra egy járókelő, anyu nem húzza be a kéziféket.
és a gyerekben van a kocsira. Anyu nem volt annyira ügyes. Nem volt annyira. Sebességbe semmit? Sebességbe se hagytak ezek szerint. Nem, mi? Sebességbe nem gurulna. Hát csak berakod egyesbe, már jó. Ha kész igen. Megállt. De okos. Jó, mi? Aha. Jó kis kaland. Szegény kislány. Jó kis kaland. Hát sokot kapod. Az, hát persze. Egyrészt ez, másrészt meg mondom, mi van, hogyha tényleg ott bevásárol a kocsik alatt, járkálnak össze-vissza, a kisgyerek előre szalad egy fél métert, jön egy másik autó, és egyszer csak beléd rongyol oldalról egy magatehetetlen jármű, amit a nem annyira előrelátó gazdája. És a kislány behúzta végül, betudta? Be tudta húzni, mire megtaláltam, Móni leírta neki gyorsan. P-betűt keres. És utána visszatoltátok a parkolóba? Vagy hát mire? Mi ugyan nem, mert nekünk ugyan dolgunk volt, aztán jött anyu, és akkor, vagy nekik ugye dolguk volt, akkor jött anyu, és akkor gondolom, hogy visszaálltak vele. Hát fene egye meg! Majd kiszállt, és megint nem húzta be a kézüveget, és megint legújt. És ezt játszották. Játszották a szene egészen sokan. Meleg volt biztos azért. Az kemény. Szegény kislány, gondold el. Hát most szegény, ott kiabáltunk, guruló. És azt se tudod, mit kell csinálni. Szerencsétlen. Nála tudja már Benni kezelni a szerkezeteket? Hogyha hát, kell húzni kézifék. Nálam nincs klasszik kézifék. Nem? Nálam pedálos a kézifék. Ó, oh, az nem jó. Azt nem tudja megint, tehát nálam ez a behúzó, ez nincsen. Ezt a Merci találta ki, aztán ez egészen sokan átvették. Ez a pedál, benyomod, és egy kart kell meghúzni, hogy kiold a kéziféket. Aha. Igen. Egy ilyen kis, olyan, mint a motorháztetőt nyitnád. Na, ott aztán magyaráztatott volna. Az igen. Nyom meg a pedált, melyiket, mert hogy akkor négy igen. Van, illetve automatában kettő meg plusz a kézifék. Mert találtak ki, sokan átvették utána. Igen, a bal pedált. Igen, az legbalabb. Nem. Igen, de nem tudná behúzni még egyébként, nem hiszem, hogy már úgy beüldöget, meg úgy vezetget. Valamikor így az ölembe veszem, és akkor egy kisebb utakon, de azért ez még nagyobb falat. Húzd be a kéziféket. Hát elkipróbálom. Ültes be, kicsi legurlogott lejtő, úgyis van a kertünkben egy lejtő, és nem a garázskapu majd megfogja. Ja. Te kiszállsz, és akkor próbálod, hogy kintről el tudod-e magyarázni a Benninek, hogy a 2,5 tonna megindul. Nem a Benninek, akkor reprodukálja ugyanezt a jelenetet, akkor egy 11 éves gyereket valahol szerezzél és ültesd be. De ne, a Bennivel érdekesebb. Hát a Benninek meg kell tanulni, hogy kell megállítani a családi autót, érted? Tehát, hogy ez aha. Egy tanulási folyamat, hogy jobb lesz, szembeállsz a garázs ajtóddal. Ki te kiszállsz? Benni előre mászhat, azt még megvárod. Ez indulhat a kísérlet. Mondjuk nekem van egy jobb ötletem, soha ne hagyd bent az autóban, nem is hagynád bent, de ne hagyd bent inkább a gyereket az autóban, miközben ti vásároltok. Igen, nem, az nem annyira szerencsés. Azt írja egy hallgató, hogy a Maglódin tengelyig érő víz van a Lidl előtt, az autók már állnak az úton. Bizony, ugye ilyenkor az történik, hogy bemegy a víz a cuccba és megáll a kocsid. Bizony. Bizonyán. Lellén látok, ahogy tényleg a járván. Az alacsonyabb felépítésű autók azokat a járdán közlekedtek. Én mondjuk imádom, mert én még mindenhova direkt belemegyek, tudod. Tehát persze, de hát nyilván végre más. Magasabb. Végre lehet egy kicsit. Offroad anya! Végre lehet egy kicsit esztelni. A városban esztelni. Vagyunk. Igen. Szóval, hogy ez a helyzet a Maglódi úton. Tengelyigérő víz van, gyerekek. Atyaisten. Miketéren tengelyigérő víz van már most. Ezt is kaptuk SMS-ben. Ezt Bence küldte. Nagyon durva. 13. kerület. Ez a 13. kerület, így van. Igen. És a Hungárián pedig hát egy csomó minden fel van dőlve. Azért lassú haladás, mert vannak ezek a kordonok, meg ezek a bóják, meg nem tudom, na azok végig fölborultak éjszaka. Úgyhogy ott egy picit amiatt lassabb. Lassabb a haladás. Mi volt játékkal végül? Hogy lett? Hogy zártuk? Már nem is emlékszem. Mi volt pénteken? Hogy hát zártuk a hetet? Úgy zártuk, hogy 2-3. Ja, a hetet jól zártuk, a játékot rossz. Igen. Mi volt pénteken? Tényleg nem emlékszem. Ki volt? Lány? Lány volt, nem? Lány volt, uh-huh. És Janival játszott, aki beugrasztotta egy nagyon-nagyon jó kis kérdéssel. Ja, tényleg, az elején. Igen. Ja, én játszom, mire a kislány mondta, hogy igen. Valami ilyesmi, és ki is mondta. Jó, új hét indul, ráadásul ez ugye most teljes hét. Úgyhogy igen. De jó, összesítésben meg nagyon jól állunk, tehát kellett ez nekik. Abszolút kellett. A hallgatóknak. Úgyhogy gratulálunk, a múlt hét ez egy szép győzelem. Javítottatok a statisztikán, ez mindenféleképpen egy jó eredmény. Mit nézel? Nézem, hogy melyik koncert marad majd el? Igen, Debrecen, 20-30 hooligans, na mindegy. Nem lehet lecserélni azt a zenekart valami másra. Figyelj, a Tibi az mindig szokott lenni nagy színpadra a Tibit, 20-30-től. Érted, Tibi az ritkában marad el. Hát milyen jó a Tibinek, hogy délelőtt van? Kicsit sírdogált, hogy milyen rossz, hogy délelőtt van, néznek. Hát az ő koncertit legalább meg tudták tartani. Igen.
Na jól van, 7:30 van pontosan, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, jó? Mi pedig jövünk a hírek után. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel, sziasztok. Hello, ki vagy? Zsolt vagyok. Zsolt, hello, honnan hívsz minket? Hát, M3-as autópálya, egy pihenő. Na, tényleg, félreálltál? Aha, félre. Az hát jó, hova? Telefonálok, természetes, hogy félreállok. Hova mész? Miskolc. És milyen, hol vagy most? Már hányas kilométernél? Fogalmam nincs, azt sem tudom, hogy melyik pihenője. De hogy milyen az idő, arra akarok kiugadni, hogy ott erre is... Erre jó, erre már, jó. Arra már alakul. Aha. Erre már jó, csak a szél fúj. Fura elhívni, hogy ma azt mondják, hogy itt is kánikula lesz, meg napsütés, meg minden, nem? Tehát így reggel 7 óra van, és tök sötét van még. Fúj a szél, azt mondod? Fúj a szél, igen. És az M3-as, ugye? Igen. Mert akkor nem örülnél annyira, hogyha mondjuk az M1-esen haladnál Miskolc vele. Valószínű, ahogy jöttem ki Pest az M0-áson, azért elég sokáig még szabadt az itt az M0-áson, de úgy, hogy nem lehetett látni, meg haladni se, de most már lehet. Jól van. Kivel szeretnél játszani? Ferivel szeretnék. Így legyen. Nagyon jó. Ferivel. Jó. Oké. Ja, az én vagyok. Halló. Jani? Én itt vagyok. 3-2 van fejőr! Teherautóval mész? Kis teherrel. Kicsivel. 3 tonna? 3,5? 3,5. 3 feles. Az B kategóriával lehet vezetni? Én vezethet? Természetesen. Lehet. Mit viszel? Szerszám. Ilyen olyan apróbb dolgok. És Budapest-Miskolc között vagy? Igen. Köszi. De szép! Osztoroztam, vertem, ütöttem. Így van, soroztat keményen. Ne haragudj, Zsolt, de egy hétfőt ezen a nyomvat időn nézd meg, a Janinak úgy lóg az orra, szegény, olyan rossz kedvű. Gondoltam, hát ha hát ezzel. Sajnos nem látom. Na, tényleg, Zsolt, nára inkább neked legyen rossz kedved, mint nekünk. Bizony, jó. Kellett. Nagyon kellett. Jó játszottál, egyébként az elej az nagyon jó volt. Én már gondoltam, hogy na, ez is elment, de nem, aztán a Feri tényleg csakosztott is. Igen, így történt. Hát sajnáljuk. Mondhatnám így is, de nagyon jó utat kívánunk neked. Köszönöm. Igen, köszi a játékot, Zsolt. Szevasz. Sziasztok. Hello. Na, hát jól egyel bejebb vagyunk. Diseli, ő írja nekünk, hogy elkezd rizs termeszteni. Egyébként nem rossz ötlet. Az napsütés is kell. Igen, nem egy csak. Pici. Nem, de milyen esőben az jó. Az így már van. Megvan hozzá. Persze. Áll a víz a földeken. Kell hozzá nagyon sok térnadrág, néhány vietnámi idénymunkás, ilyen csúcsos, nagy kalimájú kalapok. Igen, hát Lajos beszél éppen az egyik kereskedelmi csatornán, az, hogy továbbra egy záporos zivataros. Nem több ez egy zápornál? Hát... Picit, mert 2-3 órája esik legalább. Picit, igen. Ugye? Aha. Hogyha ez futózápor, akkor hosszú táv futózápor, mert hogy gyakorlatilag mondom, már 2:30 óta esik. Igen. Ja nem ott van, tovább, távolabbi kilátások. Aha, távolabbi kilátások. Továbbra is zápor zivatar, ma már 31-33 fokot mondott, az szép. Itt vigyorogsz, Lajos! Ja, hogy... Idekörül, hát, aludtál. Nem tűköztetni maga. Aludtál éjszaka. Mi van, parlagfűvel, vagy mi van? Már elkezdődött kezd egyébként. Igen. Az? Igen. Nagy a baj, gyerekek. Nagy a baj. És képzeld, hogyha így trüsszöksz, akkor amikor eső is van, amikor köztudottan azért gyengébb a koncentráció a levegőben. Akkor mi lesz majd, ha arra van? Bizony. Nem eszik. Mit? Ha nem eszik majd. Érted. Kecsketejet kell innom, gyerekek. De kecskéből, vagy úgyis jó, ha üveg? Hát az is jó, ha üveg. Is jó. És olyan jó kecske kell, ami legelt parlagfű. Pontosan állítólag, az nagyon jó. Pontosan igen. Így van. Az a baj, hogy ilyet nem találsz, mert ugye akinek van kecskéje, annak már lelegelte, és azért, hogy őt ne büntessék, tehát már nem tud parlagfűvet. Találsz, én tudok ilyen gazdáról, aki azzal foglalkozik, hogy kifejezetten ilyesmivel leteti. Igen, a kecskéit, hogy pont, hogy az allergiásoknak kedvezzen ezzel. Igen. És parlagfű beáztatott kecsketejet árul? Mert ugye, hogy kecsketej... Takarmányként alkalmazza, nekik. Ugye a parlagfüvet, és akkor ezáltal ugye a kecske tejébe is átmegy belőle valamennyi, és akkor gyakorlatilag ugye a rapás szőrivel. De az is jó állítólag, ha kicseréled a vánkosodat otthon, egy ilyen parlagfűvel. Igen, parlagfűvesre. Az nem jó, mert az a rézlepedőt már üti.
Tehát, hogy ezekre oda kell már figyelni. Tényleg. Igen, ú, tényleg, de jó, hogy mondod a részlepedőt, le kell mosnom, hogy megtisztítsam a káros földsugárzáson. Igen, mivel mosod? A hideg vízzel. Elég hideg víz. Az hideg víz, nem kell semmi, tehát az nem, az nem lesz jobb. A nem kell minden rozsdásodik be, vagy nem lesz ilyen zöld a lepedő? Hát le kell utána kezelni ilyen rozsdátlanító. Aha, polírpasztával. Right. Nem, a rézlepedő az ugyanúgy szennyeződik, csak ugye szabad szemben nem látható szennyeződés felett, és hideg vízzel lemosod. A hideg víz oldja a földsugárzást. Az oldja lemosod. Hát ez marha jó. Na, meg tudod tisztítani, berakod a kádba, letisztítod, de nem kell súrolni meg semmit, csak lecsapatod hidegvízzel, és utána kirakod megszáradni, és berakod újra az ágy alá. Az nem baj, hogy a csatornahálózatba jut az a földsugárzás, ami nálatok összegyűlt? Hát nem szerencsés, nem szerencsés. De van nálam földsugárzás szűrő. Azt nem tudod megcsinálni, hogy átviszed de mondjuk a ízéhez, a kertszomszédnak a kerítéshez, és ott kirázol. És ott belemosom a kertjébe? Nem, kirázol. Ráteríted, így van a kerítésre, és ott slaggal, vagy ilyen sterimóval. Vagy prakkerral. Átmosom hozzá a földsugárzást, igen. Na jó van, véget ér a új látványosság, vízibuszok és vízivillamosok közlekednek, de a villamosok már elromlottak, embereknek térdig ér gyerekek. Ott megteltek a csatornák valószínűleg. Az mondjuk brutális méret. Az, igen, hányan irigykednek most. Így van. Igen. Jó, várunk még friss közlekedési híreket, jó, mi újra meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk 3 perc múlva, pontosan 7 óra, itt vagyunk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 9 perce, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Van, ahol süt a nap, van, ahol esik az eső, olyan, mint amikor 1540-ben három részre szakadt az ország. Most hasonló, csak két részre, vannak a napsütötte vidékek, és vannak az eső áztatta vidékek. Itt ez a Közép-Magyarországra jellemző, nézegettük tényleg a Duna vonalán. Szakadt az eső, balra-jobbra pedig egyszerűen értetlenül állnak ezen felvetések előtt, és nem értik, hogy mit csiránkozunk, majd szikrázó napsütés és kánikula jelleggel. Itt mordori sötétség, 18 fok, vagy 20 fok, és szakadó eső még mindig. Most nagyon kapjuk, nagyon. Pest megye, Nógrád megye, én úgy látom, hogy víz alatt áll. Gyerekek, nagyon árad a Duna, tegnap elég sokat vízen voltam, egészen Visegrádig mentünk, masszív végbordozással bosszantottuk az egyébként jóra való vízi rendőröket, és nagyon komoly áradás van. Tehát végig egészen Visegrád mögött is rengeteg uszadék, nagyon magas a Duna, tehát ebből egy kisebb árvíz is lehet, ami azért nem szokásos ilyenkor nyáron. Tehát tavasszal, mögötted víz is ijelőt zavart egy kicsit a fák csúcsa. Kevésbé. Tehát, amit nem szabad csinálni áradó Dunában, az a vízisportozás, mert a fejjel leveszel egy ilyen úszadékot, az nem. Hát persze nyilván kik voltak vízen és kik húzták. Csak. Hát addig jár a Korsók útra, ugye? Igen, szokták volt mondani. Szóval a mondás. De nagyon-nagyon vigyáztam, mert mindig jeleztük, hogy hol van úszadékfa. Kitettem a kezem és mutogattam, hogy merre kerüljön az illető, akit éppen húztunk. Még tehát, táncol is a paraszt. Gondolta a vízirendőr. Nézd, hogy táncol. Ja, gyerekek, úgyhogy komoly áradás van. Na mindegy. Szóval mit mondtál, vagy honnan jutottunk el idáig? Az áradási? Hogy sportoltál. Ja, igen, hogy árad a Duna. De egyébként te jutottál el ide. Igen, teljesen egyedül. Micsak mentünk veled. Igen, árad a Duna, ezt akartam mondani, hogy itt még lehet lesz rakpart lezárás, ha ennyi eső van, akkor ez egy komolyabb árvíz is lehet, ami nyáron azért egy picit ritkább. Biatorbágyon már elállt az eső, legalábbis már csak szemer kél, fény az alagút végén, kitartás, és ne felejtjétek, a felhők fölött mindig süt a nap. Igen, csak a felhők alatt ez nem mindig vigasz. Ez nagyon szép. Szép napot, 273-as küldte ezt nekünk. Az nem süt, és amúgy is egy gázgömb. Így van. Csak egy kis érdekesség, magyar siker a lovas torna EB-n, Bence Balázs junior Európa bajnok. Gratulálunk, na, Balázs. Ez nagyon na, szép. Hajrá, Balázs, nekünk. Csak így tovább. Így van, szép volt, Balázs. Ülő elkerülőn Pest felé a lámpa után teherautó személyautóval ütközött, mindkét sávot elzárják, az autók keresztbe állnak a kereszteződésben, a szembe lévő sávba haladva lehet csak kerülni, rendőr kellene, veszélyes a hely. Jött ez is SMS-ben. Itt nálunk áll a víz, szerintetek
kiment minket a vízilabda válogatott? Lakatos Rambó küldte ezt nekünk. A Lakatos Rambót kifejezetten kedvelem. Tehát az, nagy... az egy nagyon szép magyar név. Gyönyörű gyerekek. Lakatos Rambó gyönyörű. Nagyon, nagyon jó. Lakatos Rambó. M5-ös kivezetőn a Tesco kijárónál furgon a második szalakorlát között fejen állt, és most mentik darúval, úgyhogy ott is mindenki menjen lassabban. A BKV gondolásokat keres Budapest körzetében, tankeres Rozi küldte nekünk, és igen, Szolnok mellett vagyok a 4-es úton, itt süt a nap, ezt Roland írta nekünk. Ezt még megbánod róla. Igen. Hétvégén felhívtak, hogy melyik rádiót és milyen sűrűn hallgatom. Természetesen titeket mondtalak, így tovább, puszi Karina. De rendes. Hétvégén köszön. Volt a rádiós felmérésünk, igen? Szerintem ez folyamatosan van, nem? Én nem tudom, régen úgy volt, hogy a hónap első két hetében, most nem tudom, hogy az új kutatócég viszonylagosan új, ők most hogy mérnek. Ők szerintem még naplóznak szintén. De most már telefonos, meg internetes mérés van. Már nem a naplós mérés. Nincs a régi hagyományos, hogy odaadták a naplókat két hétre, és akkor neked eszedbe jutott 14-én, hogy még egy rohadt sort nem írtál be, és gyorsan elkezdett. Húzbál majd valamit, én rohanok. És akkor, igen, mindegy, add le, majd délután jönnek érte. Ez már nincs, hanem telefonos van, meg netes mérés. Az jó, az jó. Kedves Sebestyén úr, szeretnék elkezdeni teniszezni, és ehhez kérek segítséget. Ő volt pénteken. A gyerekek, ő volt pénteken. A teniszütőt hétvégén megvettem. Várom a további instrukciókat. Legmélyebb tisztelettel, ez Dávid. Ez Dávid írt pénteken. Igen, én mondtam, ő hogy volt az első. Igen, az a lépés, igen, hogy vedd meg az ütőt. Uh-huh. Akkor ezen túl van. Most megvette az ütőt. Ja, most mit csináljunk, mert itt már én elakadnék. Várjál, ne rohanjunk ennyire előre, mert egyelőre el kell dönteni azt, hogy a Balázs heti hány alkalommal tudja vállalni Dávid edzését, így az éteren keresztül. Az éteren keresztül. Én minden nap az nagyon, az nem jó. Heti három. Heti azért háromszor tudok edzést tartani. Hát kérdés, hogy van-e annyira lelkes egyébként. Dávid mondjuk azt, hogy a hétvégén megvette az ütőt, azt mutatja, hogy ő komolyan gondolja ezt a dolgot. De se egy smiley-e semmi, tehát ő tök komolyan, ő most egy ilyen ennyi interaktív rádióműsoron keresztül próbál megtanulni teniszezni. Ez nincs baj, én minden nap mondok valamit. Figyelj, legyen egyelőre kettő, és akkor majd elvárja. Heti kettő? Igen, mondjuk akkor legyen hétfő csütörtök, igen, és az jó, mert akkor közben mondjuk így az izomlázat, meg az egyéb esetleges apró mikrosérüléseket ki tudja everni. Csak most mit mondjak neki, hogy bemelegítés 10 perc fogocska? Hát egyedül, várja. Egyedül. Egyedül aztán játszák. Figyelj, aha, Dávid. Akkor inkább bujócska 10 perc fogocska, jó? De egyedül vagyok, nem baj, 10 perc fogocska. Bemelegítés, ez a bemelegítés. Figyelj, most megvan az ütő? Megvan az ütő. Most mennyire vegyük még komolyan a felszerelés, vetessünk még vele sportcipőt, szerintem nadrágot? Szerintem húroztassa is. Húroztassa? Azt szerintem egy jó dolog. Tehát az mindenképpen előrelépés a kerethez képest, nem a rakhoz. És ugyanezt írta, várom a további instrukciókat, legmélyebb tisztelete, ez Dávid. Tisztelet már van a profi iránt, látod? Van, abszolút, legmélyebb tisztelete, ez Dávid. Legközelebb Dávid léces edzőbáként szólítsd. Hát most egyelőre még csak hogy hívják, érted? Most a sportszerkereskedő nem edző, tehát hogy még edző instrukció nem hangzott el. Mi kell még a teniszütő mellé? Kell-e fejpánt, edberges? Kell-e, hogy hívják? Kis csuklószorítóvás? Hát, azért csuklószorító. Szerintem ezek elég kellemetlenek. De ki miben szeret, nem tudom. Fejpánt az... Hát attól, hogy ha hosszú haja van, és az le akarja szorítani, akkor az mindenképpen kellhet. Kis csuklószorító, igen, ugrópárducos, vagy mi volt az? Igen. Ugrópárduc volt rajta, ugye? Hát van olyan is. Van olyan ugrópárduc, igen. Igen, van olyan márka. Sose tudtuk mondani a nevét. Én sem, ezért nem is mondom. Habár egy, hogy pont mivel, hát hogy az nem tudjuk kimondani. Hát az a Schlesinger-től kezdve Schlesinger-ig volt. Egy ilyen ugró, ilyen párduc volt rajta, fekete volt minden. Pontosabban macskaféle, maradjunk ennyi. Igen, valami ugrott azon a kis csuklószoríton. Na mi legyen a második akkor? Legyen, ma patogtassa kicsit a labdát, nem? Várjál, labdája nincs, csak ütője. Ja, hogy nincsen? Hát nem tudom, vettem. Ja, a labda nincs. Ja, nincsen labda? Hát azt mondta, hogy én ütőt mondtam, hogy azt vegyem. Szerezd be 4 darab labdát. Milyen keménységű. De várjál, Feri, megint előre rohansz. Teniszlabdá. Igen. Ja. Nagyon fontos a teniszlabda. Igen. Úgyis ilyen pakba lehet kapni. Itt mindegy a minőség? Tehát például ugyanúgy megveheti mondjuk a hipermarketbe? Nem, abban is van ilyen különböző keménységűek. Különböző vannak. Keménységűek vannak, meg különböző borításra tudsz labdákat venni. Aha. Igen, tehát kemény pályás salak. Mivel kezd az amatőr, puha labdával, vagy kemény labdával? Hát egy jó közepes keménységű anyag. Magyarországon főleg milyen pályák vannak? Szerintem legtöbb salak. Salak. Na, hát salakra vegyél. A salak. Salakra vegyél, akkor keményebb. Vegyél 4 darab labdát salakra. Úgy jó, Dávid, ez a következő. Hétfőjegyzés. 4 darab labda beszerzése salakra. Jó, azért 4, mert az 4-es kiszerelésekben adják. Csütörtökig van ideje, mert csütörtökön jön a következő tanács. Így van. Csütörtökön, igen. Aha.
ha nincsen még partnered, vegyél egy adogatógépet. Igen, másfél millióért. Egy picit nagyobb beruházás. A következő adogatógép másfél millióért. Töltsé bele 150 darab labdát, az megint egy kisebb kiadás. Jó, csak sűrűben kell tölteni. Igen. Jó? Tehát ez a következő. Jó? 4 darab labda beszerzése. Mi a legalapvetőbb ütési forma, amit elkezdenek tanulni labda a kis palánták? Labdapatogtatás. Pattogtasd a labdát, Dávid. Uh-huh. És próbáld elkapni. Dobd le a földig, és próbáld meg a kezedbe elkapni. Nem, hát kicsik azok kicsi ütővel kezdik, meg ők ilyen szivacslabdával edzenek. Uh-huh. Tehát a gyerekek azok ugye nem ilyen egészen rövid szára van az ütőnek, és... Ha ezt egy ütöm, akkor elhallgat. De akkor aha, most, tehát na, most... Jobban. Ők ilyen pici ilyen szivacslabdákat kezdenek elütni. És oda van kötve a teniszütőhöz. Igen, mint régen volt ez a kis oda kötözött, igen. Ütik ezeket a szivacslabdákat, meg gurítanak, tehát ott még azért nem effektív az ütés a lényeg. Aha. El kell kapni, földobják nekik, tehát ugye az egy picit még... Hát Dávid szerintem egy picit idősebb így a nyelvezetéből, meg abból a tiszteletből, ami árad az SMS-eikből számomra, ez derül ki, vagy pedig egy picit koravén, tehát hogy ő lehet, hogy már nem. Neki már nem kellenek ezek a szivacslabdák. Neki már jó a kemény salakra. És az a rész az mikor jön el, amikor állnak labda nélkül, és akkor gyakorolja ezért az ütést magát. Tehát így áll, és semmi, de nincs labda. Hogy az, hát az általában labdával szokták. Én láttam olyat, egyszer valami filmen állt az edzőbe. Hát azért filmben ne hívjál azért semmit, hát azért filmben. Tanított egy ilyen nagy mellű szőkét, és akkor az volt, hogy álltak egymás mellett, így kellett ütni, és utána később az edzőbácsi átkarolta a szőkét hátulról. Az nem... Más típusú film volt az szerintem. Ja, ez csak a bemelegítő rész, de igen, itt már elkapcsoltam. Igen, mondjuk sport. Lehet, hogy Dávidot ez is érdekelni, ez a vonal is, de alapvetően szerintem ez nem. Ez nála úgy érzem, hogy tényleg a sport szeretetéről szól. Igen, jó, tehát vegye meg a labdát, ez a lényeg. Jó. Igen. Na, aztán meglátjuk, hogy teljesít. Most nyertél egy kis időt csütörtökig, úgy érzem. Majd lesz, akkor a csütörtökön 10 perc bemelegítés, mit tudom én, magas térdemelésben. Nem, most 40 perc magas térdemelés. Igen, utána 20 darab négy ütemű fekvő támasz, majd megint 40 percig magas térdemelés. Azt mondja, lakatos Rambo, azt érzi, hogy senki, a lakatos Jason Statham, na az már valaki. Lakatos. Az már egy frissebb generáció. Lakatos Jason Statham. Hát mondom, azt én lehet, hogy nem meséltem, ami legdurvább volt, amit hallottam egy versenyen. Talán kickbox verseny volt. Azt mondta, hogy mit tudom én, a szorító vagy a pásra, vagy nem tudom hova lép, mit tudom én. Felkészült Jurassic Brandonka. Felkészült Jurassic Brandonka. De a Brandonka még oké, de a Jurassic Brandonka. De a Jurassic család azt... Hát ez az, hogy... És így nem. Álltam, és nem akartam elhinni, hogy jól hallottam el, és jó, utána, amikor ugye újra föllépsz te az izérem, nem tartom, mi nem mindegy, amikor akkor újra bemondanak. És annyira rögtön, hogy feladtad. Nem, versenyzem, csak kísértem valakit. Felkészült Jurassic Brandonka. Az ott, nem. És az így ott. Tudod, hogy mindenki kezébe egy pillanatra így megállt az ütő, így a kanál, vagy bármit, amit csinált, egy kesztyű volt. Akkor nem tenisz volt. Vagy akkor nem kickboxot. Felkészült Jurassic Brandonka. Figyelj, szerintem ott a speaker lehetett a ludas, az szerintem az Jurassic volt, vagy valami hasonló, de nem lehet, hogy Jurassic legyen. Valószínűleg Jurassic volt a becenév. Ott a speaker is hunyó volt, meg a kis sportoló is szerintem. Ránézett a papírosztra, hogy anyád. Jurassic Brandonka! Hol vagy már? Kicsit idegesen. És jött is. De miért nem tételezzük, vagy tényleg így hívták? Nem lehet, hogy Jurassic, hát ez a család. Tehát, hogy hát a keresztnév lehet nem már. Nemesi család a Jurassic. Ja. Hát. Aha. Mint az Eszterházi, Festecsics, hát a Jurassic, Grasalkovics. Nem? Grasalkovics, Batthyány. Egy kúriával arrébb lakták. Régi. A vidéket. Jurassic Brandonka. Jurassic Brandonka. Uh-huh. Ott mi volt a papa Jurassic Park rajongó, vagy a mama Spielberg rajongó, és úgy hívja a gyermekét, ahogy a Spielberg hívja a filmjeit, vagy amilyen uh-huh. a címe, vagy ez hogy van ez? Tehát és akkor nagyon fura. Tehát szerette a dinoszauruszos filmeket, meg a harcművész filmeket, és akkor ebből lett így Brandolin iránti tisztelet, illetve a Jurassic Park iránti szeretet és ájú csodálat. Ebből lehetett ez a kettő, ebből jöhetett össze? Hát valószínűleg valószínűleg ez volt, Jurassic igen. Jurassic Brandonka. Igen. De vannak még jó névötletek egyébként. Lakatos Nintendo. Nem. Jó, nem hát lehet. Nincs. De mi van, ha igen?
ugye rengeteg keresztény van már, amit engedélyeznek egyébként. Lakaton iPhone 5-es. Lakatos iPhone 5-es. Atya, atya úristen. Lakatos Marlon Brando. Az még lehet. Az még Lakatos Marlon Brando? Nekem egyébként ezt tetszik eddig a legjobban. Ennek van húzása. De és ott hogy hívod? A kis Marlon? Igen. Igen. Vagy igen. A kis Brando? Na, egy vita bontakozott ki az interneten, nem is olyan régen egyébként. Fura, hogy emberek miről tudnak kommentelni, de a dolog érdekes, ez egy baba-mama oldalon történt. Uh-huh. Jó tanácsok anyukáknak. Jó tanács, igen, egyenes spenótot, vagy felfújja a spenót, nem, baba-mama oldalon egy patikában történt az eset, miszerint egy kisfiú összecsinálta magát a patikában. Hát ezzel még ugye egyébként semmi nincsen. Nincsen nagyon semmi. És a patikus nő állítólagosan nem engedte be a gyereket a mosdóba. Még az összecsinálás előtt? Az összecsinálás előtt, amikor aha. is a szülő jelezte, hogy szeretne bemenni a mosdóba, és a patikusnő nem engedte be. Ugye 4 éves volt a kisgyerek, uh-huh. az édesanyja betért a patikába, és épp sorra kerültek, amikor a fiúcska szólt, hogy WC-re kell mennie. És mondta a nő, hogy a közelben laknak, de hazai már nem volt idejük menni, ezért az édesanyja állítólagosan megkérdezte, hogy van-e WC, amit a gyerek esetleg használhatna, és volt WC, de bent volt ugye a pénztár mögött. Tehát ilyen személyzeti WC. Tehát személyzeti nem a vendégeknek van. Nem engedte be ez a gonosz patikus néni a gyermeket a WC-be, aki fogta magát, és azt mondta, ja, nem engedsz be. Na, akkor ezt akkor takarítsatok. Neked a könyv! És akkor felvigszolom a metlait. És hát ezen a baba-mama oldalon, most, hogy mit csináltam ott, ez mindegy. Ne is kérdezzétek, hogy kerülök ilyen át a baba-mama oldalak. Szereted ezeket az oldalak. Izgalmas. Új emlőszívót akartál vásárolni privát használatra. Remerült a régi oldal, vagy a régi, igen, emlőszívó. Gyerekek, ölik egymást az emberek, hogy igaza van-e a patikus néninek, hogy nem mehetett be WC-re, vagy nincs igaza. Nem azon gondolkoztam, hogy igazán van-e, vagy nem, hanem azon gondolkoztam, hogy kinek van ereje ilyen felháborodott hangvételben erről egyébként hosszú órákon keresztül 15-ször is beírni különböző nickname alatt. Gyerekek, ölték egymást. Hogy a gonosz patikus néni, vagy a gonosz mama, vagy a beépített gyerek, ilyen teóriák. A beépített gyerek. A beépített gyerek, igen. Aki ugye, hát tulajdonképpen azért ment be a patikába, hogy a mamával együtt kirabolják a patikát. Mert hogy amíg a gyerek kaksizik, addig mama pakol. És egészen idáig fajult a vita, hogy biztos, jól tette a patikus néni, hogy nem engedte be őket, mert hogy biztos, hogy a néni rabló volt. Aha. És a gyerek egy beépített összekakilást mutatott be. Na jó, de hát... Műösszekakilást, mert hogy szerettek volna kassza mögé jutni. És erről hosszasan értekeztek. Na de hát utána ugye beváltotta a fenyegetését, tehát megtörtént a dolog, amit a mama prognosztizált, tehát hogy bekakilt a gyerek, nem? Hát de tehát, mennyire hogy... profi, hogy ez nem, egy, nem csak előadják, hogy kakilni ha nem tudunk benneteket kirabolni, akkor ízik, nyomjad, akkor is, ha nem kell. Hát akkor ezek szerint a gyereknek tényleg kellett. Vagy csak akkor rabolnak, amikor kell a gyereknek. Mi tehát van? Ennyire profik. Mi van, ha... Kell már kakilnod, menjünk be itt egy gyógyszert. Mi van, ha úgy mentek be, igen? Nem ennyire felkészült. Hogy ők ennyire, hogy már ennyire profik. Igen. Ennyire profik voltak? Sőt, még egy kis hashajtót is be. Persze. A CD 5 másodpercemből megsemmisíti önmagát. Ez volt az új küldetés. De én nem értem, hogy ezen emberek mit tudnak vitatkozni. Hogy mit? Hát van egy csomó kérdés benne. Egyrészt ott van az alap. Ha nem veszük ezt a rablós sztorit, akkor ott az alap, hogy a patikus helyesen járt-e el. Beengedheti-e a személyzeti WC-re egy patikában az ott éppen szükségét végző gyereket? Uh-huh. A, B. Neki van igaza, vagy, vagy nincs igaza? Vagy Zsé. Érted? Igaza vagy nincs igaza. Bemehetsz, vagy nem mehetsz. Ez az egyik. A másik pedig, amit te mondtál, hogy lehet, hogy ők egy bűn szövetkezett, egy bűn banda az anya és a gyereke, érted? A híres patikus rabló. Patikus rabló. Igen. Kaki és Clyde. Kaki és Clyde, a nagy patika rabló. Figyelj, jól tette, hogy nem engedte be. Szerintem. Ha egyedül volt a hölgy, a gyógyszerész hölgy, vagy a patikus hölgy, mindegy,
akkor jól tette, hogy nem engedte be őket. Mert hogyha egyedül vagy, és hátraengedsz valakit, akit életedben először látsz, adott esetben, ott azért bármi történik. Ne felejtsük el, hogy ez az ő felelőssége. Há, hogy hát, hogy ha ott ő, akkor egyedül, mondjuk benn volt valamelyik kolléganője, vagy kollégája, és mondjuk hátul oda tudott volna figyelni erre az anyukára, meg a kisfiára, nem lehet tudni soha. Tehát nem egy olyan világban élünk, hogy bárkit bármikor beengedjél a munkahelyedre egyrészt, a lakásodra egyrészt, stb. Hogyha egyedül volt, akkor én megértem. Ha ketten voltak, akkor már véleményes a dolog. De ha egyedül volt, akkor is mi egy gyerek, aki 2 perc. Azt mondod a sorbálóknak, hogy elnézést. Ha csak egy mobiltelefont kapnak föl bent. De nem kap föl, hát hátra megy vele. És akkor meg kint meg a... Hogy addig bezárja az ajtót. Jó, de akkor meg a izék lopják, hirtelen a vevők lopják szét. Azt de, miért nem végzett tesztet a kisgyereken? Már hogy? Hát, hogy mennyire kell kakilni a kisgyereknek? Azt látod egy kisgyereke a szűkön. Hát de látod, hogy nagyon kellett. Hát na kincsem! Egy kis hintőport a gumikesztyű alá, és hát már akkor... is vizsgálatot végzünk. Na, én nem tudom, hát azért ott van egy gyerek, aki nagyon szűköl. Nem biztos, hogy arra gondolnék, hogy rablók. Illetve tágul. Tehát lehet, hogy igen. Ja, szűköl. Azt hiszem, hogy szűkül. Hogy felneset tudja, azért lehet, gyereket azért lehet, hogy be lehet engedni. És egy felnőtt bejön környedve, nem tudom, hogy nézett ki ez a gyerek. Iszonyatosan guvadtak már a szemei valószínűleg. Érted, vagy lehet, de mi van, úgy nézett ki a gyerek, mint a Bud Spencer abban a film, amikor ugye ben volt egy ízében, egy babakocsiba. Hogy egy felnőtt feküdt a babakocsiba? Igen, kakilni kell a kicsinek, Jézusom. Mert egy felnőtt bejön egy patikába, hogy szeretné használni a személyzeti WC-t, alapból nem engedem be. Egyedül vagyok, nő vagyok, bent van a kasszában 150 ezer forint. A WC az ugye be kell kikenyitni a pultot, be kell engedni, mert nincs a patikában külön WC. Nem engedem be. De most bejön egy anyuka, hogy... És egyedül vagyunk, ez egy éjjel-nappali patika, mondjuk egy ügyeletes patika, ott éjszaka bejön egy anyuka a gyerekkel, hogy szeretne bemenni a kassza mögé a WC-be. Hát lehet, hogy én végignézem, hogy az a gyerek betolik. Nem, mert valószínűleg nem, mert ott vagyok 40 kilós nőként, én nem engedem be. De most az anyukától félsz, vagy a gyerektől? Vagy a kakitól? Nem, hát mi van, ha ezek beépített kaki ügynökök? Jönnek, a gyerek megtanult időre kakilni, érted? A mama pedig időre megtanult kasszát rabolni. Kaki üzemmód indul, odaszóltak is, benőkének, csinált egy ilyet, elindult, és elindult a nagy rablás, érted? Hát ez... Jól tette a patikus, hogy nem engedte be. Akkor miért nem ad egy ízét, egy ilyen WC-t, mobil WC-t? Nincs minden patikában mobil WC. De ez a kicsi, az a tudod összehajthatós gyereknek, eldobható, pottyantós. Aha, hát tényleg van ilyen. Ilyet, az létezik, azt lehet patikában vagy legalább egy papírzacskót. Vagy legalább a tenyerét. Ez úgy történt, hogy ott a patikában történt még, aha, hogy a kisfiú szegényként ott bekakil? Igen, nem megyek sehova, anya. De szerintem inkább az ilyen bosszú, aki lehetett. De már miért állt bosszú? Hát én ismerem ezt a típust, rajtunk is egyszer így bosszút álltak, amikor nem engedtétek be valakit az utcáról a WC-tekre. Egy fűnyírás nem akartunk kifizetni, volt ott az utcára egy nagyon kedves ember, aki sokáig nyírta a füvet, hogy volt egy ilyen pici kis telkünk, és egyszer úgy nyírta le a füvet, hogy bemászott, de nem kértük meg. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, hogyha megkérjük, hogy vágd le a füvet, akkor oké, minden rendben van, de hogyha nem szólunk, akkor nem kell neked bemászni a kerítésen és levágni a füvet, és utána ezért pénzt kérni, mert érted. De ki jött be az utcáról valaki? Nem, ő, ez az ember, aki rendszeresen vágta nálunk a füvet. És azt csinálta, hogy mivel ezt nem akartam neki kifizetni, bosszút állt a kapu előtt. Érted? Az aszfalton. Egy jó nagy bosszú. Oda gittelt? Hát egy nagyon nagy bosszú volt. Atya Isten. Elég nagy bosszút állt. Kikérted a kamerát? Kamerás képeket felvételget? Nem, mert nem volt. Térfigyelő kamerát? Nem, sajnos nem volt nagy látószögünk. Ez pedig kellett. Akkora volt. Na de várjál, tehát ő úgy csinálta, hogy gyorsan levágta a füvet, hogy utána el tudja kérni a pénzt. Így van, bemászott a kerítésen, levágta. 3 nappal ezelőtt már levágtad, nem kell 3 naponta levágni, már levágtam, most már fizest ki. És mondtad neki, hogy azt nem. Meg tudod, kimész a telekre, és azt mondja neked valaki, hogy figyelj, levágtam a füvet, és hogy fizeskét átmondom, nincsen levágat, látom, hogy ja, de azóta megnőtt. És volt rá magyarázat, látod? És tudod, és akkor mondtam, okos, hogy na jó, hát tudod, itt nézzél hülyének. Igen, akkor bosszút állt. És tényleg bosszút állt. És szóval én azt gondolom, hogy itt is a gyógyszertárban is ez lehetett. Hát, hogy az egy bosszú pakolás volt ott. Igen, a kis Arnoldka azt mondta, hogy jó, ma már nem hagyod kirabolni a patikát. Sok pénz van egy patikában? Megéri kirabolni? Akkor miért nem valami olyan helyre mentek, ami azért többet fizet? Miért patikában? Hát akkor bemegyek egy éjjel-nappali közérre, hogy valahogy a patikában, mondjuk a patikában nagyon sok pénz patikában van, sok pénz van, nem? Hát meg valott egy csomó olyan dolog, amit szerintem így össze lehet így cuccolni. Mit csinál? Viszi 3 béres cseppet? Hát én ölni tudnék a rinospréjét. Viszi 3 vita kolánt, és eladsz utána 3 vita kolánt, hogy mit csinálsz? Ez elmélyül most C-vitamina.
Nem lehet, hogy ez a gyerek bosszúja a múlt héten kapott végbél kúpért. Lehet, hogy a gyerek, mert már egy ilyen pavlovi reflex van, nem? Hogy meglátja, hogy bemennek patikába, és abban a pillanatban tudja, hogy itt valami szörnyű dolog történik. Szerintem itt nem olyan zsákmány, hanem az, hogy bármit. Hát, hogyha úgy benyitnak hozzád, és végigpróbálgatják mondjuk a kertkapukat, vagy egy kertvárosi utcán, hogy hol van nyitva, csak azért, hogy bemenjenek, aztán a teraszról mondjuk összeszedjék a száradó ruhát, akkor ez simán benne van a pakliban. Egyébként én nem szeretem azt, aki vécér így. Közben én ezen gondolkozom, hogy... Szóval, ugye? Ha neked van, neki is legyen. Nem úgy értem, például éttermekben, tehát nagyon sokan kinéznek, ugye, ha te bemész az utcáról. Ez például baj. Hogyha bejössz egy pisire, vagy... Igen. Hát figyelj, ha nem fogyaszt, akkor... Akkor ne használja? Hát akkor ez egy ilyen ki nem mondott szabály? Igen? Magyarországon nem nagyon szeretik, külföldön szerintem egy kicsit megértőbbek ezzel. Ha például turista vagy és mész a városban, Magyarországon például nincs WC nyilvános. Hát sehol, gyerekeket sehol. Hát nincsenek nyilvános WC-k, sehol nincsen. De azt mondják, hogy akkor vegyél egy vizet vagy egy kávét, tehát az egész napod azzal megy, hogy valahol iszol azért, hogy ugyanott kicsi lesz is. És iszol egy kávét, és akkor még nagyobb is a baj. És akkor hogy bemész előre, kikéred, addig elmész, igen, előre, elmész meg iszol. Simáltan, azt mondod, és iszol egy vizet? Elnézést, legalább rendeljem valamit. Jó, akkor a vegyes kerettel kérnék szépen egy rántott bordát. Igen, ez lesz egy kávé, Judit. Igen, utána valami lesz egy somló. Jó, mindjárt jövök, bocsánat, használtam a vécét. És soha többet nem jössz. És kimászol hátul. Na mindegy. Végülis a patikát most raboltak, hétvégén nem raboltak. Akkor ők valószínűleg nem rablók voltak, de ebbe se jutottak a kassza mögé. Jó. A hülye miért nem ékszerboltba ment, kérdezi? Nem. Valaki. Hát ott azért összekapkodsz valami. Igen. A nagy kakirablás. Igen. Pelenka. Bonski és Pelenka. Ami az Bonnie és Clyde. Igen, nekünk valaki. Köszönjük szépen. Jól van, Óven bácsi, a Berunénre lehet egészen nyugodtan jelentkezni, csak mondom, hogy ma még van 2 darab Fradi jegyünk, ez az utolsó, nincs több, úgyhogy tessék majd nagyon fülelni. Ha valaki szeretne még ott lenni a Fradi Chelsea meccsen, akkor ma az utolsó esély, hogy ingyen megtehesse, mert hogy elfogytak a jegyeink, még van 2 darab. Úgyhogy valamikor mondjuk a kérdést, arra kell majd egy helyes választ elküldeni SMS-ben, és akkor hívjuk a nyertest. Jó, 7:30 múlt, 4 perccel jövünk a játékkal a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Ez az a dal, ami ha nem lenne, senkinek nem hiányozna. Nem igaz. Nem áll. Ezt most nem azért mondok ellent. Ez egy tök jó hangulatú, ilyen pont esőből kinéző, vagy esőbe belenéző dal. Igen? Én nagyon kedvelem. Nem most tényleg, most nem azért mondok ellent, hogy generáljak valamiféle vitát, és ellen. Itt vagyok, vége van már ennek a szörnyű dal. Na, nyal le, tudtam, hogy odász a ez ne. Tipikusan az a dal, hogy nem lenne, soha senkinek nem hiányozna. Uh-huh. Én nem értem ezt egy a dalt egyébként, ez egy Paramore volt, ugye? Az. Ennek a zenekarnak van egy csomó nagyon húzós, nagyon rockos, nagyon nehéz jó kis notája van. Igen, van, csak rájöttek, hogy nem az a jövő, hanem valamiből élni kell, ezért ezt megírták. Irányt változtattak, vagy tévesztettek, vagy mi történt? Nagyon jó kis banda volt, amikor én még úgy hallgatgattam őket. Hát ez nem annyira közel a szívemhez, nekem se. Ez nem. Na nézzük gyorsan a közlekedési híreket. M3-as nyíregyházi pihenőnél Nyíregyháza felé pályazár. Kisbusz személyautóval karambolozott a pálya közepén. Zajlik az újraélesztés. Te jó Isten, ez Dini küldte nekünk. Igen, ez a 230-as kilométernél van Nyíregyháza felé. A pihenőhely mellett van a baleset, ráadásul teljes útzár. A pihenőhelyen keresztül lehet kerülni. Sok sérült van, román kisbusz és személyautó is ütközött, és ott sok-sok a sérült, úgyhogy hát a szegények, ott mindenki figyeljen. Jó, ez az M3-as 230-as kilométernél van egészen pontosan Nyíregyháza felé. Köszönjük szépen. Baleseti torlódás van az M1-esen, méghozzá 125-ös kilométernél Mosonmagyaróvár felé. Ezt Ferkó küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, azt nézem, hogy van, amíg találtam egyet. Igen, a Nagy Sándor József és az Adi találkozásánál halott a lámpa, ez a 20. kerületben van, óvatosan, senki nem ad elsőbséget. Marci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Most simán lehet egyébként, hogy ebben az esőben egy csomó lámpa beázik, és nem azt mutatja, amit mutatnia kellene, szerintem erre is érdemes odafigyelni. Beáznak a lámpák? Igen, főleg egy vasúti átkelő előtt, ahol mondjuk már fél órája állsz a piros lámpán el, és kezdje gyanakodni. Igen, hogy ott azért már érdemes így menekülőt az a kell, mert a hasonló is lejön, mert akkor viszont
Vagy így S betűben átmész. Hát igen. Vagy valaki fölhúzza a sorompot neked. Az necces, de mondjuk, hogyha rendszeresen jársz egy olyan helyen, ahol mondjuk 5 percnél tovább nem szokott zárva lenni a sorompó, és már ott ez fél órája, akkor simán benne van a pakliban. Igen. Hogy beázott. Beázik minden. Hogy rohadjon meg. Mi a teraszunk is, basszus. Tiszta pipa vagyok. De mert rosszul van megcsinálva a terasz. Na, ez nekem foltasz be. Mert tudod, hogy hol van, hol szökik majd. Igen. A meleg. Legalább látod, hogy fogod csöpök. Színoplasttal azt még nyomom. De mi, beázott a terasz? Beázott, persze. Kis apró kis vödröt kellett alá tenni? Nem. Nem egy 50 literes hordót, nem vödröt. A teraszod egyébként kevésbé megdöbbentő, amikor 4-es metró ázik be, az a durva, azt olvastátok? Az igaz. Tehát, hogy azért az... Mert a teraszunk az kevesebb van benne. Nem, legalább jóval. Igen. És régebbi is. Hogy a francba ázik be? Hát most épül is. Hát jó, de a Duna alatt megy. Ja, az igaz, hogy a meder alatt, nem? Hát... Valamik, mert nem is tudom, melyik megállónál olvastam, hogy beállítik a 4-es metró, és akkor az utasok ott kerülgették ezeket a kis vödröket, amiket így alá tettek a BKV vagy a BKK dolgozó, hogy mégse folyjon ott szét, és akkor ott szépen ott csöpögött az eső, megtelt a vödör, kicserélték, miközben az utasok jöttek, mentek. Hát azért az elég friss, nem? Ez tudatos szerintem, hogy levezetik a vizet a főútról. Ja, hogy van egy ilyen tudatos vízelnyelés. Igen, szerintem. Igen. Ez tudatos. Vagy tart még a teszt üzemmód. Hogy hol kell még szigetelni. Igen, az első teszt. Azt tesztelik. Figyelj, hát a skandináv országok például úgy csinálják, hogy nem szokták megcsinálni a járdát egyértelműen, és akkor hagyják, hogy az emberek kijárják, tehát hogy oda kerüljön a járda, ahol az emberek szerint is logikus, hogy van. És amikor kijárták szépen a gyepet, akkor szépen megcsinálják térkőből vagy aszfaltból, hogy ahogy akarják. És ez egy magánterületen keresztül megy át akkor is? Hát akkor nem annyira örül a tulajdonos. Uram, elnézést, le kell aszfaltoznunk. Le kell aszfaltoznunk az útját. Látják, merre megy a víz, meg hol megy a víz, na majd oda tesznek majd vízelvezetőt, meg szigetelést. De ez milyen jó egyébként, hogy így csinálják, hogy megnézik, hogy hol vágják le az emberek, és azután lebetonozzák. Na jó, van, itt van a játékosunk, akivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló. Halló, halló. Halló, Noémi. Sziasztok. Szia. Hello, Noémi, honnan hívtál minket? Én Budapestről hívtalak titeket. Szerintem talán nem is vagyunk tőletek túl messze. Itt éppen a derekamon ül a 10 napos kislányom, és hát nagyon izgulunk. Jó. Ő is izgul? Szerintem igen, mert nem tudja, hogy most mi ez a korán reggeli telefonálás, csivitelés, mert itt azért ilyenkor még nyugodtan szoktunk lenni. Nem egy gyógyszertárba vagytok, ugye, és a gyerek nem fogja összeizgulni magát, ugye? Nem szeretek ezt, mivel ez nagyon gyógyszertárba járni, általában ezeket egyedül szoktam intézni, de hát velünk is majd előfordulhat esetleg ilyen eset, de reméljük, hogy nem gyógyszertárba leszünk éppen. Mondjuk egy darabig nálatok még azért lesz pelenka, tehát, hogy... Igen, tehát, hogy ez nekünk majd így odébb lesz. Igen. Márhogy a gyereknek, nyilván te már nem pelenkázod magad. Nyilván vagy én igen? Nem. Késői szobatisztaság? Fene augusztusod. Ahogy hallom, akkor te is az a szülő vagy, aki több eszámban beszélsz. Tehát a gyermekkel történik valami, ezt te is átveszed. Keveset aludtunk, nem ettünk, nehezen kakilunk. Igen, ez egy nagyon érdekes, és például, amikor egyedül vagyok, és csak magamnak írek valamit, tehát ez így, mit tudom én, voltunk most pihenni, és akkor kértem magamnak valamit, ami csak nekem, és akkor azt mondtam, hogy köszönjük. Tehát, hogy ez már eleve, nem tudom, ez szerintem már így a terhesség alatt így kialakult. Kitől kérted ezt, csak neked, apától? Nem, hát nyilván a személyzettől, aki A személyzet. Ügyes, nagy buli. És amíg bent volt a hasadban, addig ő volt a kis pocaklakó? Igen, ő volt a pocaklakó, igen, úgy hívtuk. Ezt nehezen. Köszönjük neked, Marsi Anikó. Marsi Anikó. Marsi Anikó. Ezt Marsi Anikónak köszönjük. Igen. Ezt az áldást. Itt van a kis pocaklakó. Nem, abban a Feri azt mondja, hogy Marsi Anikó volt az, az első, a gyerek bevitte a köztudatba. Aki nagy nyilvánosság előtt mondta, és újságcikk, és televíziós anyagban pocaklakó. Ezt nem tudtam. Ezt nem tudtam. Tanulunk. Igen, ez a szülői többes szám, ez számomra egy teljesen értelmezhetetlen dolog. Ezt nem tudom hova tenni. Mert a tiéd egy szív, egy lélek, de már két test. De igen. Nem tudom, mert lehet, hogy egy idővel majd elhagyódik. Egyelőre még nem sikerült. Úgy kell mondani, hogy idővel majd elhagyjuk. Igen, idővel majd elhagyjuk, hogy nehezen kakilunk, meg kicsit büfizünk, meg egy picit bukunk.
Igen. Ez számomra teljesen értelmezhetetlen. Jól van, Noémi, mutatjuk, hogy mit csinál Lóbán bácsi Beru néni. Jó, figyelj, először mutatjuk. Azt fogjátok hallani, jó? Jó, köti. Wakeboard. A megmondhatatlan sport, igen. A kitalálhatatlan sport, mert ez semmire nem stimmel. És ez nem jó, hogy több tenisz? És valaki begurult. Aha. Nem, elvileg squash, de annak nem ilyen a hangja. Aha. Igen, én is eletippáltam volna. Ott hátul egy pingponglabda is igen, leesett valahol. Igen, de kicsit atmoszféra hang is van, amit ugye nem hallasz. Ide-oda kenti. Ez a Tatooine Gym. Ez egy sportkomplexum, itt minden van. Igen, fura sport. Na, felkészültetek? Felkészültünk. Mutatjuk, hogy mit énekelnek. Na 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 na. Csú. Ó, hát ez... Iszonyat nagy sláger volt. Idáig jó. Igen, ez az. Az jó, hogy énekeljük, de hogy mit mondunk, hogy mi a dal címe vagy előadója ki. Keveset aludtunk, kicsit bukunk, mindjárt megfejtjük. Azaz. Ma még nem kakiltunk. Szerintem a csütörtök 12 is tolja, de nem ők az eredetiek. Na? Még egyszer benyomnátok nekünk. Mutatjuk. Benyomnátok nekünk, be hát. Na 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 na. Csak azért is szerelem. Na, megvan. Na. De jó szó! De tudatos volt, hogy ezt mondtad, vagy csak énekelted? Nem, hát eszembe jutott a szöveg. Jaj, de szép volt az a hangszín, kis berkes. Micsoda virtuál szinti. Döbbenet, hogy ez egyszer sláger lehetett, nem? Szóval, hogy ez elej hihetetlen. Hogy ez... Nem volt ez olyan rossz akkor. Azt mondom, hogy akkor. Hát tehát, akkor. Akkor. Hát akkor, nem tudom, lehet, hogy még csak gondolatban voltam akkor, ki tudja. Ne reménykedj, nem vagy azért annyira fiatal. Nem, sajnos, nem, rosszul emlíksz. Rosszul emlíksz. Voltál már bőven. Jól van, oké, okay, ügyes vagy, megadjuk az ajándékcsomagot. És nem is. Szépen, köszönjük. Ügyesek vagytok. Ügyesek vagytok, így van. Noémi, jó volt, nem is vettünk ki belőle semmit, jó? Nagyon szépen, köszönjük. Reméljük, szép napunk lesz ezen a csodálatos esőző utánom, most vagy hát napon igazából. Most már rámért. Hát, ha eztek, alszotok, nem buktok és kakiltok, akkor mindenféleképpen ez egy szép lap lesz nektek, jó? Köszönjük a játékot, ciao. Sziasztok. Hello. Ki volt ilyen többes számon beszélő? Én toltál? Szerette, toltál? Én te is toltad? Én, csak én. Miért nem lepődöm meg? Miért nem lepődöm meg? Én imádtam, mondom, egy szív, egy lélek, de miért nem lepődöm ezen meg, hogy pont te toltad így? Olyan jó volt. Igen? Ó, én imádtam. Gyere kicsim, elmegyünk ide-oda. Na jó, de az várj, az más. Tehát az elmegyünk, hát az nyilván. Az nem azt mondtad, hogy elmész ide-oda és apát követ, tehát az jogos többes, én nem erre gondolok. Elmegyünk, én nem úgy gondoltam. Ja. Az rendben van, mert az ember azt mondja, hogy fölöltözünk és elmegyünk. Vagy amíg a gyerek és azt mondja, hogy elmegyünk, anya. Igen. Az úgy jó? Na, hát vagy mint a múltkor csak én. Igen. Egy ismerősöm kiposztolta egyszer, hogy már két fogunk van, és megsértődött, mikor kommentbe odaírtam, hogy neked egy sincs. Igen. A Marsenikó mondta azt is, hogy kanyar van a hajóban. Zseniális a csajűr Majti. Igen, ő jókat mondott. Kanyar van a hajóban? Ez nem az volt, amikor az élő fókuszkapcsolás volt a David Copperfield kiszabadul a Dunából, és az a fókuszkapcsolás. Nem. Ez egy teljes műsor. Ez egy teljes műsor, teljes műsor. Az RTL igen, között. Nem Copperfield volt. Valaki kiszabadul. A magyar, igen. Hogy hívják a magyar David Copperfieldet, tudod? És ő volt az, aki egy rakétába csavarta magát. Merlini. Igen, rakétából kiszabadult, igen. És valahol a... Már a... itt kéne lennie, hol van? Igen. És azt a műizgulást, de nem várja, nagy izgulás igen. Volt, élemény. Lehet. Arról szólt, hogy Dávid Merlini, ugye a hajógyári szigetre, hogy valahonnan kilőtte magát egy rakétából, a rakéta fölment, beleesett a Dunába, igen. És mindenki izgult, hogy... Csoda, hogy nem sérült meg a Duna. Igen, Dávid Merlini kiút-e a rakétából. És kiutott. És ezt közvetítette a Fókusz Marsi Anikóval, így nem látom, eltűnt a rakéta, izgulok, hol lehet? Hol lehet? Jaj, mögött, még mindig, vagy itt van? Hol van? Ja, itt van.
És nagyon izgalmas volt. Hát ez valamikor a kereskedelmi televíziós hajnalán, tehát ilyen 99-2000, tehát amikor így nagyjából indultak a tévék. Nagyon durva, nekem 9 új percemet kellett visszavarni, annyira izgultam, lerágtam tövig. Igen, és ugye az egész arról szólt, hogy Dávid Merlini be sem mászott abban a nyomorúságos bádog rakétába. Mindenki a bádog rakétát nézte, közben meg ott a rakpart mellett. Igen, őt egy hajóval letették, bemászott a Dunába. És a becsapódás mellett egyszer csak ott volt, hogy itt van, és ott van, és ott integetett. De a vízben. Van? Ja, itt van. Emlékeztek? Okay. És egy helikopter pásztázta, és egyszer csak ott volt a Dunában, és integetett, hogy itt vagyok. És nagyon lihegette, hogy kiszedték, hiszen akkor ő már percek óta a víz alatt és volt. És percek óta a víz alatt volt, igen. Döbbenetes. A David Copperfield az élő műholdas kapcsoláson keresztül nézte a saját Malibu-i otthonában, és izgult a végül is a produkciót. Egy lehellettel volt izgalmasabb, mint amikor Ripley bemászott a Nostromo mentőhajójában az űrhajós ruhába, és aztán kilőtte az idegent az űrbe. Tényleg egy picit volt izgalmasabb. Hol lehet? Itt van? Nincs itt? A híd mögött alatt? Nem? Hol? Mögött alatt. De hol van Dávid? Volt, tényleg így volt. Dávid, igen? És végig Dávid. Hol van Dávid? Dávid. Itt van? Ja, itt van. De emlékszem. Ja, itt van, már ki is húzták. Ja, jó. Emlékszem. Az nagyon, nagyon klassz volt, igen, de szerettem. Na jó van, 3 perc, pontosan 8 óra, meghallgatjuk újra a legfrissebb híreket erotikus kiadásban, aztán jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Milyen az idő itt Pesten, kinézett valaki? Szakadozik. Nem, szakadozik? Szakad az eső. Szakad az eső, vagy szakadozik a felhőzet? Nem, nem az eső. Figyelj, eső még mindig? Ritkul azért egy kicsit. Most így nézem az egyik portált. Ott, azért szeretem ezt a portált, mert hogy itt civil emberek bejelentései alapján jönnek a különböző információk, és ezeket teszik közzé. És itt azt mutatja, hogy... De miért nem nézünk ki az ablakon? Mert abban nem hiszek. Azért mondom, hogy értem, hogy portálokat nézed, de kinézünk az ablakon, és látjuk, hogy esik az eső, vagy nem. Most nem esik, ezt is megnéztem, most nem esik. Hol? Kint? Kint? Szakad. Nem, de hogy szakad, menj már oda, nézd már meg. De te hátul voltál az épület mögött, én meg az épület előtt néztem. Csak ami erre szaladtál, ami összegyűjtött a csapadékot. Na mindegy, szóval, hogy bármilyen fura, hogy többen kérdezik, hogy segítsünk, milyen idő lesz. Egyrészt ez baromi nehéz megmondani, kettő, hogy azt olvassuk, azt látjuk, hogy meleg lesz. Tehát, hogy 30-32 fok, amit most még itt a Duna vonalán nehéz elhinni, mert hogy mindenhol szakad az eső, és kicsit hűvösebb van. De ha felszakadozik a felhőzet, akkor jó idő lesz. Úgyhogy... Péntekről jó idő lesz, már csak záport írnak. Péntektől? Zivatart, nem. Igen. Péntektől. Hát az még nincs közel. Kerepesi és a Fogarasi út kereszteződésében nem működik a lámpa, ezt Viki küldte nekünk. Barostéri felüljárónál baleset, mindkét irányban áll a forgalom, ezt Csaba küldte el. Ülőnél a 4-esen van egy baleset, hatalmas torlódás van, üzente nekünk Orsi. És keleti felüljáron csattanás, két autó keresztben, mindkét irányban áll a forgalom, ezt Mártos Pityu küldte nekünk. Bakony Péterd és Ravaszt között a 82-es főúton nagy vízátfolyás van, több helyen is, ott is mindenki menjen lassan, valamint van egy trafipaxunk Szombathelyen a körgyűrűn, a 86-os és a 87-es közös szakaszán, ezt Bali üzente, és a Váci úton kifelé a Dunapláza után szemből trafiznak egy Astrából, ezt Csősz küldte nekünk, igen, ez a Váci úton van a Hypermarket lehajtója előtt, Ati is elküldte. Mi van a poharaddal, kérdezi valaki. Hát egyelőre semmi változás, semmi fejlemény. Nem írt rá senki? Nem, sőt már kopnak rajta a feliratok, úgyhogy lecsengett ez a dolog. Amikor egy picit így váltottam stílusban, úgy látszik, hogy ez visszavonult, elég visszavonultad? Igen. Vannak pillanatok, amikor keménynek kell lenned, látod? Így van. Oda... Megszagoltam a poharat egyébként, ahova írt, és egyértelmű majré szagot éreztem. Becsokizott. Mi? Mi volt az utolsó? Tehát azért... Azt értem neki, jeleztem neki, hogy a lábai között babráljon, mert abban több élvezet van, mint erre írkál. Aha, és így úgy érezte, hogy ez most kicsit változik a hangnem. Vagy azok is babrál, és rájött, hogy igazam volt. Igen. Jó tanács volt.
működött a dolog. Nem, azt hiszem, egyet változott a hangnem, és azt mondta, hogy ez így nem. Ebben nincs ennyi. Ugye ebben nincs ennyi. Lehet, hogy nem kéne veled konfliktusba keveredni. Így van. Igen. Láthat rólok arcát, ott is érted, egy ilyen kételő bárral hadakozott. A törpe gondolta, hogy... Neked is van egy olyan, hát ha baj lesz ebből is. Ott legyőzhetetlen volt a kis bárgyával, igen. Nyíregyháza Sátor utcán több száz zúzott kő, rengeteg éles, öklöm nagyságú út mellett található másfél-két méter magas parlagfű és vadkender van. Mi van? Parlagfű. Több száz zúzott kő, rengeteg éles, öklömnyi nagyságú út mellett másfél-két méteres magas parlagfű és vadkender? Na, azért itt minden van. Tehát az itt egy fokozatlan terhelt környezet. Itt zúzott kő is van. Valaki vadkender termel, vagy termesz, van, aki nem vágja a parlagfűvet. Ez egy komoly. Ez a Sátor utca, hogy Nyíregyházán, az nagyon komoly. Nem egy egyszerű hely. Viszont... Na... Öntsük tiszta vizet a pohárba, ugye azt mondtuk, hogy Dávid alias David Merlini, ugye egy rakétás mutatvánnyal búcsúzott az RTL Klubtól, de ez nem volt igaz, és köszönjük szépen a hallgatóknak, akik megírták, mert hogy a nagy áttörés volt az, amiről mi beszéltünk, amikor egy betonkockában süllyesztették el a Dunába, és abból szabadult ki, és ez volt az, amit annak idején élőben közvetített Marsi Anikó is többek között, mert mondjuk Gönczi Gábor is ott volt. De ő nem követett el akkora. Tényleg, tudom, mikor bele betonozta magát ott a Roosevelt téren valamilyen betontömbbe, és aztán ezt a betontömbet beledobták a Dunába, és akkor valahogy kimászott a betonból. Ez volt a nagy áttörés. Aha. A nagy áttörés, és hát ott történtek ezek a nagyon izgalmas események. Találtam egyébként konkrét idézeteket, sajnos a felvételt nem találtuk meg, talán nem meglepő módon. Az már mindkét félnek kellemetlen. Azt mondja, hogy következő, hol lehet, már másfél vagy hány perce lent van, kérem a kollégákat, mondja meg már valaki, hogy hol tartunk. De jaj, találtál viszont idézeteket? Igen, ezt mondta Anikó, akkor, amikor a háta mögött látni lehetett, hogy már kint van. Hol lehet? Igen, hol lehet. Szegény, gondold el, már másfél vagy hány perce lent van. Kérem a kollégákat, mondja meg valaki, hogy hol tartunk. Gondolod, de milyen szörnyű, amikor úgy kell valaki izgulnod, hogy egyébként nem izgulsz érte. Igen, hát de ugye ott igen. Egy ország elvárja, hogy te izguljál érte. Nem lehet semmi baj, de ha igen, kit érdekel. Igen, körülbelül ez a... Anikó, mi lett az a piros a nyakában, talán a ruhája? Az volt a mentő mellény, amit ráadtak. Hogy ezekre már nem is igen. Emlékszem. Mi lett az a piros a nyakában, talán a ruhája? Hol találtad? Ez egy eredeti 2004-es, mert akkor volt ugye ez az esemény, akkor egy ilyen tudósítás, később egy cikk az anyagról. Az édesanyja is egyébként Dávid alias Davidnek nagyon izgult. Mondta is, hogy amikor kijött ugye David a vízből, és már hozták ki a partra, jaj, hát egy szál pólóban meg fog fázni. Hát tudtam, hogy ez lesz. De hát az anyuka, anyukák ilyenek. Én emlékszem még arra, valamikor én a rádió DJ-nél dolgoztam, ugye, és megnyertem egy délutáni műsorsávot, ahol engem kiküldtek élőben ezt közvetíteni. És engem egyedül, nem voltam még, te se voltam senki, én egyedül közvetítettem, álltam egy mikrofonnal a kezem, és egyedül közvetítettem. És minden RTL-es odament a Merlinéz, és kérdezte, hogy hát milyen szörnyű vagy bebetonozva, és hogy már meleged van, és a hőgút a szélén vagy, és mondták, hogy nem tudom, 16-tól a 15-re én vagyok beosztva, menjek riportozni Merlinivel. Itt a büfébe üldögélt. És nagyon jól érezted ott magad. Rettetes, jól érezted. És az egészből nem láttál sem. Az egészről elmentem, mondták, hogy 16-tól 15-re úzik, a rádió DJ van beírva, menjek már oda a Merlinivel interjúzni. És akkor bent ült a kolléga a stúdióba, ugye bent a székházba, és ő felvételről dolgoztunk, és ő ezeket az anyagokat megvágta. És oda keveredtem valahogy a Merlin mellé, kezembe adtam a mikrofon, aki gyorsan, mert itt be van írva, interjúztassam le. És elkérdeztem, hogy szia Dávid, mi van akkor, ha most neked kakilnod kell? Miért nem csodálkozom? Állítólag heteken keresztül nagyon masszívan anyázott, hogy én hogy tudtam kérdezni. És az volt a jó, hogy akik akkor ott vele interjúztak, azokat mind kihangosították. Tehát az összes interjú, ami történt, ez egy közös mikrofonban történt, azt ott kiadták a Roosevelt-ére. Ez egy tök jogos kérdés. Álltam ott sonkásszem, és gyorsan letettem, tudod, füles rám nyomták, gyorsan én jövök rádió DJ, ugye, és teljesen ismeretlen sebestem, azt csináljon Dávid, egy interjú, be van írva, meg kell csinálni. Szia Dávid, csak azt mondom, hogy mi van most neked? És kiadták az egészet. Ja, ott volt a csávó, állítok, akkor már 10 órája belebetonozva. Igen. Hát is mondta, hogy hát ez picit kellemetlen ez a kérdés, meg hogy ő ezt miért? Nem ezért csinálja, és mondom, nem mondom miért? Rendben, nem mondom, nyugtass meg, hogyha pisilnek kell, akkor... menekültél? Igen, hogy hát mondom, ezt hallgatók ezre érdekli, hogy és mi van, hogy pisilsz? Annyira mondjuk egyébként nem örültem volna én sem, hogyha a Dunába ott bele
Hát ez egy masszív környezetszennyezés. És azt hiszem, erre már talán nem is válaszolt, és akkor jött egy kislány ilyen passzal a nyakába, és elrángattak onnan, hogy lejárt a rádió DJ-nek az interjú, és akkor visszamentem. Pedig lett volna még jó akkor eszem még egy sonkát. De mindenre választottam. De hogy miért, mit csináltam, hogy ott egyedül, meg miért egyedül voltam, nem is tudom, de egy ilyen száguldó riporter voltam. Mert tudták, hogy egyedül is megoldod a feladatot, hiszen tele vagy jobbnál a kérdésekkel. Hát tök sima, hogy egyébként... Most az ember őszinte, nekem ez jutott eszembe. Most hogy készültél erre az ember próbáló feladatot? Ráadásul hogy érdekel? Hát kit érdekel meg, hogy milyen a kötő beton, nyilván ráköt a beton, persze, hát nyilván ráköt a beton, és utána ő kimászott a megkötött beton, hogy teljesen értelemszerűen ez így történt. Azért én emlékszem, hogy sokfelől mindenféle építőépére vállalkozásokból abban az időszakban azért jelezték, hogy ők tudnának azért olyan betont keverni, amiből szerintük nem tudnak kijönni. Igen. És mi lett volna a második kérdésed, ha van rá idő? Nem tudom. De ezen se gondolkoztál ezzel sokat. Készült, de ez volt a nagy ágyú. Igen, hogy azt hiszem akkor egy ilyen Cabrio SL-mercivel járt, hogy megtarthatom-e a Verdát, ha valami Igen. Ezt még talán megkérdeztem, hogy fél, láttam, hogy nagyon szép kis Cabrio SL érkezett, hogy a slusz kulcsot nem akarod nekem kiadni gyorsan. Ha biztosan kell, hogy jó helye legyen. De ha komolyat kérdeztél volna, akkor biztos Dávid alias David is nagyon precízen, pontosan és komolyan válaszolt volna például egy ilyet, hogy ezrek figyelnek, én mégis egyedül vagyok. Egyedül. Nincs lehetetlen. Nincs. Tehát, hogy ő ilyeneket válaszolt akkor a kérdésekre. Figyelj, azért nem kis teljesítmény volt az. Például én nem tudtam volna megcsinálni, nem tudok úszni. De komolyan ezekben a produkciókban egyébként mi a jó? Tehát ki hiszi el, hogy tényleg ráöntött a beton? Ha jól van megcsinálva, jól van felépítve, azért a David Copperfield, amikor eltüntette azért a parlamentet, vagy nem tudom, mit csinál, mi volt a parlamentet csinálni? Nem, ő valami repülőt tüntetett. A kínai nagyfalat is eltüntette. A kínai nagyfalon ő átment. Ja, a produkciót az volt, hogy David Copperfield, vagy David Copperfield, mindig keverem, David Copperfield átment a kínai nagyfalon. Tehát mutatták az egyik oldalon egy állványon állt. Uh-huh. Utána ezt az állványt lefüggönyözték, számoltak háromig, nyilván között lemászott az állványról, fölhúzták a rolót, ott már üres volt az állvány, majd képváltás, és a másik oldalon egy hirtelen felhúzott állvány, vagy ilyen elhúzták a függönyt, és már a fal másik oldalán állt. És az volt, hogy David Copperfield átmegy a kínai nagyfalon. És azt mondta, hogy Violát mondott, Violát is már ott is volt. Violát, és átment a kínai nagyfalon. És ami a mongoloknak évszázadokig nem sikerült, az neki egy pillanat alatt egy. Igen. Én arra emlékszem, hogy egyszer voltam David Copperfield, vagy David Merlin és David Copperfield. David Copperfield előadáson az arénában. Volt ő itt Magyarországon. Mit tüntetett el? Mind ment át. Figyelj, nem, én ezt már elmeséltem nektek, hogy a nagy David Copperfield műsor... A parkolón? elérkezett az arénába. És mindenki ment, és ami brutál, ilyen 30-40 ezeres jegyárak voltak, mi tisztelet egyen mentünk, mert büdös... Aréna, akkor átment a Hungária. És az világszám volt akkor is. A büdös életben nem adtam volna ennyi pénzt ezért, de mondom, elmegyek, megnézem. És már akkor is meglehetősen kiégett és cinikus voltam, de jó, hát már láttam mindent. Én láttam mindent. Figyelj, nem hiszitek el, körülbelül Rodolfo 2-es bűvészdoboz, Budapest TV, éjjel egy órakor oda kapcsolat. Tudod, mit csinált? Ez volt David Copperfield műsor, aki ott volt, az erősítse meg. Vödör, fogott egy vödröt. Aha. Kijött a színpadra, mindenki azt hitte, hogy valami brutális, mondták, hogy ilyen kötélen érkezik. Nézegette a magyar, hogy be van-e kötve a kötél, semmi kötél nem, hogy kijött a színpadra, meghajolt, így indult. Las Vegasban valami kötélen érkezik, valami kötélpályán érkezett. Egyik főattrakció, vödör, üres a vödör. Kimutatta mindenkinek, üres a vödör. Esküszöm, nem hazudok, üres vödör. Tízezer ember, mi lesz majd itt, úristen? Igen, megdöstük egymást, fényeket. Láttad, üres a vödör. Fia, megőrülsz. Úristen, micsoda vödör, de durva vödör. Letettem én is a fasírozott a zsemlét magam mellé, mondom, figyelj. Kocorra hoztam, figyelj, most. Ezt látni kell. Ezt látni. Üres vödör. Visszaegyenesítette a vödröt, függőlegesbe tette. Visszamutatta, vagy megmutatta, illetve meg belenyúlt, és kivett egy férgalambot. Dupla falu vödör, Rodolfo 2-es bűvészdobot. Hát, ha az volt. Kivett egy galambot. És így ül 5000 ember, és halott galamb. Aj, nem. Mit csinál nem. Ekkor azt mondta, hogy halott 30 000 volt. Halott! Halott, rohadjál, mert mutassál valami durvábbat. Halott 30 000 volt. Majd, amit nem akartam elhinni, amit azt hittett, hogy ezt már ember nem csinálja, befeküdt egy ládába,
jött egy csinos asszisztens, és három részbe fűrészelt. Na, az már jobb, mert általában kettőbe szokták. Ezt most a Budapest TV-n de nem, úgy volt háromba, hogy illetlenül derék alatt vágták el, és akkor a két láb különnek. Csak mondom, hogy ezt Luigi a bűvész a Budapest TV-n éjjel 2-től 3-ig, amikor volt a műsorideje, ő 4-be vágta magát. Tudod, így mindenki ránézett a jegyára, ránézett a színpadra, megint megnézte a jegyének, azért megint megnézte a színpadot. 3 részbe vágta magát, majd fölhívta a színpadra Gönci Gábor talán, Déta Renikő. És eltüntette Gábor seggét. Azt is keresi. Fölhívta őket a színpadra, és azt mondta, hogy most titeket eltüntetlek. Még fölhívott még egy Rékasi, nem tudom, 5 közszereplőt, nyilván erről erre volt beszélve. Berakták őket egy ilyen ketrecszerű valamibe, vagy valami állványra, ahol nekik így nagyon integetni kellett, és így nagyon integettek. Sziasztok, sziasztok! A Palit családot nem ő tüntette? Igen. Mindenki reménykedett, hogy egyet-kettőt közülük örökre eltüntet. Letakarták őket, ketrecszerűt nyilván kimásztak, levették a leplet a ketrecszerűt, sehol nem voltak. Csak egy vödör. És ott volt egy vödör. És ott volt egy rohadt fehér galamb. Kiderült, hogy ők kijöttek ebből a ketrecből, átfutottak. A büfések látták, hogy futnak, futnak. Kint az aréna folyosóján ők átfutottak gyorsan. Sietik el, gyorsan, eltelt 1 perc, pont kiszámoltad, hogy van annyi idő. Dobtak a parkoló után. És visszaszaladtam. Figyelj, akkora fapad volt, és 1 perc múlva a reflektor, mondták a közösségnek, hogy nézzünk hátra. Tudod, mindenki, ó, annyira másfél percet. És a B középben hátul, mint az A tribűn 2-es, 102-es lelátójában, reflektor ráment, és ott volt. 1 perc ott is. Csak ilyenekben izzadva. A köpcsiről, hogy folyt a víz. Hátul egy ilyen bűvésegéd, így bögdöst őket, hogy integess. Érted? Megőrülte. Én nem itt, és álltam, mondom, hú, de jó tiszteletem, de sajnálom most azt a 30 000 forintot, aki adtam. De nem volt helyismerete, rossz helyre varázsolta őket. Nem oda kellett volna. Hát képzeld, hogy kidobja őket a 32-esek belé. Értem az arénától. Hát mit csinálnak szerencsétlenek? És ez mi volt ez a David Copperfield? Jó lenne tudni, hogy ki volt ott. Én azt hiszem, hogy a Gönci ott volt. Igen. Hívjuk már föl a Göncit, hogy ő ott volt. És mondom, volt idő, amíg ők ugye átrohantak, és később a büfés mesélte, hogy látott 5 celebet átszaladni. És ők ott 1 perc alatt feltűnt, és ez volt a műsor, a végén még odavarázsolt a színpadra egy kocsit, ha jól emlékszem. Na, az mondjuk menő volt, villantott egyet, üres volt a színpad, csinált egy, és ez csak megjelent egy kocsi, azt mondom, ez jó. Nem volt meglepettség az arcán? Figyelj, 30 000... Hogyan? 30 ezerért tényleg egy vödörből elővesz egy galambot, ami dupla falú vödör, meg 4 részbe vágja magát egy ilyen nyomorúságos bűvészládából. De kifelé menet nem volt ilyen, hogy egy ilyen bajuszos tűzrendész galamb, mint van a vödröm. Vágja már vissza valaki a vödröm. De most már tényleg osztá. Szóval, hogy az, hát az valami jó. Elképesztő volt. Az valami elképesztő. És így ültél, így vártad, hogy még visszajön, tapsoljunk, ne, és soha többet nem jelent meg, és hazon. Mindenki. Nem örültem még annyira tiszteletjegynek. Mint igaz, akkor. Igaz. Igen. Várj, megmondom, hogy kiket varázsolt, de szerintem a Gönci volt, a Détár volt. Fú, nem emlékszem. Tudom, hogy 4-5 közszereplő. Akik nyilván előre lepróbálták ezt az egészet, tehát nem úgy volt, hogy őket ott kiemelték és fölvitték, hanem előre tudták, hogy mi a trükk. Hosszú, komoly, nagy szerződéseket irattak velük de alá. De testesebbeket akkor ezek szerint nem varázsolt. Tehát, hogy ők meg nem tudták volna abszolválni. Igen, 15 másodperc alatt azt az 50 métert. Nyilván engem nem válogattak be, mert tudták, hogy másnap igen. Elmondom a trükköt. Alig várom, hogy mikrofon közelbe kerüljek. Figyelj, de ez tök jó. És nagy sikerük volt amúgy? Tehát volt olyan, hogy mit tudom, onnan ment valaki, hogy szia Gábor, nagy rajongod vagyok, nagyon tetszett, ahogy átfutottál. Igen, szia, hello. Nem látjuk, hogy nyilván a futás... Csilla vagyok, igen, nagyon tetszik, hogy... Nyilván ők a futást ugye nem látták, de hát valahogy A-ból B-be ugye de át kellett... De a büfések igen. Hát a büfések igen, és A-ból B-be át kellett kerülni. Na most ugye, ha ő elvarázsolja őket egy ketrecben, és ott látod őket, és 1 másodperc múlva föltűnnek a másik oldalon, akkor azt mondod, na ez így azért rendben van. Ez így jó volt. De 1 perc alatt ördögszekérbe 2 pókjárásba átérünk. kint a folyosón. Szóval az valami fantasztikus volt. De állítólag ő egyébként Vegasban, hogy mindenhol valami brutál nagy sót csinál. Meg néha valami szigetére elrángat egy nőt, akit ott meg akar erőszakolni. Igen.
bevarázsolja neki. Így szokott ilyen David Copperfield nagyon. Hát a Claudia Schifferrel vagy valakivel volt egy pere, ugye, hogy meghívta a saját szigetére, magárepülővel odavitte, csak Claudia nem akart annyira flottul kötélnek állni, mint amennyire David azt feltételezte volna egy ilyen nagyon kellemes kis rákvacsora után, és akkor bezárodott a szobajtó, és mondta David, hogy most én mutatok trükköket. nem nagyon engedte ki a szobából Claudia Schiffert, és elég hosszú ideig ott erőszakkal bent tartotta. Hát de most mit gondol Claudia Schiffer is, azért ez a repülőjegy, ezt csak meg kell hálálni. Hát, a rákvacsora se olcsó. Hát nem gyenge. De milyen durva, hogy a brutál milliárdos mindenki a lába előtt hever, nem? És mégis arra kényszerül, hogy megerőszakolja nőket, mert egyébként senki nem akar vele lefeküdni. És nagy bali pere is volt, nem tudom, hogy aztán leültették, vagy nem, azt hiszem talán felmentették. De hogy ott pont Claudiát rabolt el egy ilyen kis cigetecskére. De nem kellett Claudiának David varázspálcája. Ti nem voltatok soha ilyen bűvész előadáson? Vagy nem, de én annyira utálom a műfajt. Én nem tudom végignézni. Egy jó illúzionista, tehát, én nem az szeretem. Jó egyébként. Tehát most van ez a Dynamo, vagy Dynamo, hát ő amiket csinál, az jó, a szenzációs. Az jó, meg hogy utcán csinálja, még hogyha ott is azért nyilván van egy-két beépített ember, de ilyen kicsit ez itt a piros hol a pirosos, hogy oda megy valaki, azt tesz rá, nyer, én is nyertem, aztán kiderül, hogy az unoka öccse, vagy mit tudom én. Tehát, hogy biztos, hogy ott is vannak beépített emberek, de én valahogy nem annyira. Pedig mondjuk ezeket az ügyes ilyen trükköket szeretem, az ilyen mikromágiát. Egy dinamó, ugye mondjuk a magyarul mondjuk. Ott a például áramfejlesztő is, aki nagyon jó. Aki áramfejlesztő srác, ő egyébként rettenetesen ügyes. Olyan dolgokat csinál az interneten, hogy a hajad égnek át. Tényleg érdemes rákeresni. Ő nagyon jó. De mondjuk hát egyébként Dávid Merléni betonbeöntése se kutya. Utána, de hát, hogy, de tényleg döbbenet. Azért ne felejtsük el, hogy egy szál pólóba jött ki a vízből, érted, ami tiszta piros, víz volt. Piros, láttam a ruháját, mi az a piros, gyulladás. Jaj, vérzik, nem, az csak nem. A mentő mellé. Nagy dolog átmenni a kínai nagyfalon, menj át Abonyba négyesen. Egyébként, tök jogos. Ott kapd össze magát. Ice küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán bűvészkedj, Jöcse. Ha valaki ott volt ezen az arénás David Copperfielden, írja már meg, hogy még milyen trükkök voltak. Egyébként tudom, hogy ott 10 000 ember egyszerre akart elkapni az öltözőbe David Copperfieldet, hogy nagyon megverje. Így van, és hogy a dűzrendész még azóta is kopogtatja, és nézegeti, hol volt ebben, hol volt meg alatt. Onnan jött a kamer. Fél 9 volt pontosan, 1 perce 3-as ugrásra lehet jelentkezni, jó, és nem sokára sorsoljuk a Fradi jegyeket, úgyhogy aki szeretne ott lenni a Fradi Chelsea-n, az is figyeljen. Mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en. 3:49, igen, így van, gondolkozom. Kelet 3:49 lesz, pontosan 6 perc múlva. Hello mindenkinek. Baleset a 4-esen, a gyömrői kereszteződésben motoros rendőr irányítja a forgalmat, ezt Gábor küldte nekünk. Aztán a 4. Béla úton lézersó van Járdánházán, ezt Mazsó üzeni nekünk. M3-as Pest felé a Rekettyő és pihenőnél szintén mérnek Zsolt, és az M3-as bevezető Zuglónál katasztrófa. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy nyilván mindenkinek van olyan előadása, amire sok pénzt fizetett ki, és illetve végéig hát traumatikus élményként gondol vissza rá, nem tudja elfelejteni. Mindenki jár így, előbb vagy utóbb, hogy valahova nagyon szeretnél elmenni, vagy befizetnek, vagy jegyet kapod, vagy esetleg megveszed. És marad pici hiányérzet és egy pici hiányérzet marad. Igen, írja valaki, hogy... Én ott voltam Rézmező Dávid előadásán, ugye, nagyon szép fordítás, Rézmező Dávid. Arról szólt a dolog, hogy a sztárokat, amikor berakták ebbe a ketrecbe, utána elemlámpával világítottak a lepel alatt, hogy lássuk, hogy még ott vannak. Majd hús, és hirtelen mögöttünk lettek. Majd kifolytak az elemlámpák. Igen. Akkor nem volt hosszú idő. Még elvarázsolta magát egy szigetre, és onnan integetett, de Szilárd küldte nekünk. Ugye igen, letakarták ezt a ketrecet egy lepellel, és akkor ők elemlámpával világítottak, hogy lássuk, hogy még mindig ott vannak. Kődurva. Hiszen más nem tud elemlámpával világítani egy letakart lepel alatt, és aztán hirtelen felbukantak a hátunk mögött, igen. Aztán ide nekünk egy hallgató, hogy... Én arra emlékszem, hogy Szinetár Dóra volt az egyik véletlenül választott színpadra hívott néző. A bejáratnál kaptunk egy papírt, amit hajtogatni, tépkedni kellett, ahogy Dávid mondta. Nekem nem sikerült a trükk, körülöttem senkinek. Mert rosszul hajtottátok. Szenzációs előadás volt egyébként, igen. Így van. A Claudia Schiffer nem a felesége volt? De lehet, hogy Claudia Schiffer volt a felesége, és egy másik nővel keveredett ő balhéba. Minden esetre valakit ő próbált megerőszakolni. De lehet, hogy Claudiával is így jöttek össze. Igen, begyinázta nagyon durván Claudiát. Itt írd alá, ha ki akarsz jutni.
Négy éve hüllősóra vittem a keresztfiam és még 3-5 éves barátját, egy leguán, két kaméleon, 6 darab kígyó. A végén fél pucér nő nyakában a kígyóval rázta magát. Gyönyörületetlen. És ez még az extrás. Igen. 3 percet rázta magát egy nő nyakában a kígyóval, mindez borsos árért, felnőtt 2000, gyerek 1000, fél óra. Kicsit lebögtem a gyerek előtt, nem ezt ígértem, csalódottság volt neki. Há, de és ugyanakkor ez még extrás gyerekek, én voltam olyan hüllő. De várjál, itt voltak hüllők, meg volt só is. Voltak, micsoda. Én voltam olyan hüllősón gyerekkoromban, a Balaton partján, hogy egy darab mozdulatlan kígyó volt, amire azt mondta a tulajdonos, hogy alszik. Esküszöm, egy ilyen terráriumban nem egy darab kígyó és 2 darab madárpók, óriás pók, de ott is szerintem a rajszög látszott hátán a pókoknak, ahogy ez volt, nem, nem emlékszem, hogy ennyi pénz, de anyám azóta emlegett, hogy 2 ilyen nagy madárpókot láttunk, meg egy kígyót, és senki nem mozdult. Azért volt egy kígyó, mert volt több kígyó, és csak a kisebbiket megette nagy, és azért pihent, mert emésztett. 2 az 1-ben. Tessék, two in one kígyó volt. Szörnyű, így befizetsz valamire, így várod, viszed a gyereket, és azt, na most figyelj, most a vándorcirkusz, most majd a kígyósó, meg a nem tudom, és egy ilyen ez szakadt félpucér nő, ott rázza magát egy ilyen félig halott kígyóval. Szörnyű. És kifizetsz egy csomó pénzt, nem? Mi is voltunk dínoson, ilyen fél percenként így megmozdult, tudod, hú, dino, izé, hű, és akkor valami mozgatta a fejét, de úgyhogy tudod, így érezted, ahogy így egymásba marnak a fogaskerekek, és akkor valamilyen tengely kapcsolódik, és érezted a rettegést, hogy most támad. Hogy csak tetszen a gyereknek, csak tetszen a gyereknek, csak tetszen. Na, és ez a félelmetes T-Rex, látjátok? Igen, hihetetlen. Hát csoda, hogy ő volt évmilliókon keresztül a föld királya. Ez most volt valamikor, mert most van, nem? Azért, mert most van egy ilyen dino kiállítás. Nem, ez nem az. A panoptikumok ilyenek. Nem tudom, mikor voltatok utoljára. Én az összes panoptikumot gyűlölöm, nem szeretem. Nem szeretem, amikor odaállsz, és akkor élőben bemutatjuk a rettegést, a középkor legsötétebb kamerái. Most belenyúltál. Tehát, hogy mindenki tudja, hogy én imádom a várakat, de amikor be van rendezve egy várnak az egyik terme, és látjuk második Lajost, ahogy hívják, ahogy ott ül az udvartartás közepette, és picit el van csúszva a parókája, így fél arcát kitakarja. És megolvadt a viasz tavaly nyáron. Üveges szemmel, tekentettek, és mindenkin kivétel, mindenkin ilyen Kövér Lászlós bajusz van, de hogy mindenki, tényleg csak az udvarhölgyeken nincs. Mindenki, és mindenki ugyanez, és mindenki ilyen lehetetlen pózokba, és valakin látszik, hogy már egy picit meg van repedve a lába, egy kicsit eldőlt így jobbra, az alabárdos, tudod, valakit meg meglökött egy ilyen játékosabb kisgyerek, és így a sarokban bennáll. Bennáll, mint egy ilyen kirakati bábú, hát azért az erős. Az erős. Én ott inkább arra szavazok, hogy jobb lenne az üres terem. Tehát, hogy inkább bízzák sokkal a képzeletükre. Mexikóban fizettünk be cápa simogatásra, ezt figyeld. Majd, mikor oda mentünk, közölték, hogy elúszott. Hát, jó. De itt volt. Hát itt volt. Hát most elment. Hát ilyen a kedve. Szétsimogatták a gyerekek itten. Hát nem elúszott most. Hát elúszott. Hát elharagudjanak, hát $10 befizet. Elúszott, hát majd vissza. Hát akkor azt a kis gyereket ottan. Na, az még megsimogattam. Amelyik ott szart. De legyett az arca. Kérdezzék meg, milyen volt, még a gyerek elmondja. Igen. Atya Isten. Hány ilyen hely van, ahol olyan durván veszik le a turistát, hogy egyszerűen tényleg utána jössz rá, hogy tudtad azt elhinni, amit ígért a prospektus, vagy a műsorfüzet, vagy bármi. Nem? Igen. Amikor tudod, hogy nyilván arról szól, hogy ez csak azután esik le, miután részt veszel azon a fakultatív programon, vagy elmész egy olyan előadásra. Mert ügyesen megfotózzák, tudod, abból csinálják egy jó prospektust, arra bemész. Én azt tapasztalom. Igen, persze. Hogy ahol tényleg nem árt az óvatosság, azok a makett kiállítások. Tehát, hogy tisztelet, a kivételek vannak szenzációsak, de amikor bemész, és ott van egy ilyen egy fáradt T-34-es, ott hogy úgy vastag porral, meg egy bakterház, meg egy kis vonat, meg egy MiG-21-esnek a modellje, és akkor na, ez a makett kiállítás. És akkor, hogyha nagyon lassú vagy, és nagyon körülményes, és mindent elolvasok, legalább 7,5 percet tudsz bent lenni. És az már akkor nagyon körbejártál minden. Ott azért már. Igen.
Igen. Nagyon sok SMS jön, ugye arra a programra, amire az ember befizetett, és ott jött rá, hogy Jézusom, hát ez kihagyható lett volna. Én voltam hüllős előadáson, ott a közönségbe dobták a kígyó. Dobták le, volt akció. Az jó, azért azt szokták szeretni a csajok. Ott a közönségbe dobták a kígyót. Zoli, hát bedobták. Hát most 3000 forintért legyen valami, igen. Azt mondja, hogy panoptikumot csak Londonban, máshol tilos, írja igen, valaki. Hogy az, igen, az egy picit jobb. Azt mondja, hogy háromfős cirkusz, utazó cirkusz. Ott mindenki mindent csinál. Röcögős idomárnőt megharapta a kismajom. És a kígyó utána már döglött volt. Hát... Low budget-es utazó cirkusz, nem? A nagyon kemény. Hétvégén megnéztem a Casanova Night című showt, nagyon jó, hogy nem kellett fizetnem érte. Ezt Detti küldte nekünk. Balaton Afrika Park. Két rugó volt perkob, csak azt mondja, hogy pléhelemes siráv volt, meg műanyag majom a fűszván, és a végén karton kuntakinte. Sírtunk, írja Renátó. Itt azért, belőle, igen, de... itt azért él, tehát élek a gyanúperrel, hogy ott valahol ott el volt húzódva a zebra, mert amikor én voltam, meglepően 3D-s volt. Tehát, de, hogy, jó, hogy de, azért nem, de azért a műanyag majom ül a fűzfán, azért az de elég az dekoráció volt, csak tudom, hogy ki vannak rakva ilyen kis sárkunyhók, és akkor van körülöttük dekoráció. És de műanyag azért... majom van a fűzfán? Azt nem figyeltem. De jó, mert amikor pattogott vissza a fejéről az ócsemege, akkor éreztük, hogy ez már nem fura hangja volt. De ott a kiállítás nagyon jó, én azt nagyon szerettem, van zebra is, és ott tevegeltem életemben először. Tehát ott azért élő állatok is vannak. Nem szabad az első műanyag majom után kifordult. Hát van ott még. Nem, mert is. Azért nem volt olyan rossz. Nekünk legalábbis kellemes élményeink voltak. Azóta lehet, hogy Tihanyban van a Kalózok és Magyar Királyok panoptikum. Minden bábú egyforma. Az a különbség, hogy a Kalózoknak szakálluk. De így szokott lenni. Hogy azt látod, hogy... Istenem, egy panoptikum az maga az elmúlás. Én ott mindig depressziós leszek. Mindig depressziós leszek. A Kalózok és a Magyar Király. Hát végig, Kalózok és Magyar Király. Hát, a híres balatoni Kalózok. Világos. A híres nagy balatoni Kalózok, igen. De tényleg, hogy bemész, és akkor azt lehet, hogy negyedik Béla és udvartartása, és még az udvarhölgyek is hasonlítanak negyedik Bélára. Mindenki Árpádházi. 13 évesen kellett elmennem Manhattan koncertre, mert lebetegedett a nővérem, és helyette mentem. Ne vesszen kárba a jegy, csak az önbecsülésem. Ez dekó, küldte nekünk. Dino Show 2500-ért, 4 gagyi műanyag dino, és egy 120 centis LCD tévé, amiben egy dinós film ment. Jurassic Park. A srácaim 2500-ért fogócskáztak egy jót. Ezt Kecsú írt. Ez lehet, hogy ugyanaz a park volt, ahol te voltál. Simán benne van a pakliban. Abszolút. A legdurvább kiállítás egyébként, amin valaha jártam, és egy picit megbántam, mert ráadásul márkában kellett fizetni, ugyanis ez egy nyugat-berlini kiállítás volt. Én nem tudom, miért mentünk be. Hát nyilván kíváncsiak voltunk a témára. Nemi betegségek. És kisztek, ez volt a kiállítás. Igen, és gyakorlatilag láttunk gipszből, műanyagból, műnyantából körülbelül, hát nem hazudok nektek, olyan 60-80 darab különböző férfinői nemi szervet, különböző betegségekkel ellátva. És így bementünk, és ilyen lehorgatott helyen jött ki. De mire számítottak? Nem tudom, de én tényleg nem tudom. Hát olyan, akkor még fiatalok voltunk, bennünk volt a kalandvágy, meg gondoltuk, hogy egy picit így ezen a téren is így épülünk, szépülünk, okosodunk, bementünk, így jöttünk. Ami ez nagyon durva volt. És többet nem szexelek. És 10 márka volt. A pingpong show az igazi látványosság Tájföldön. Ha nem ismeritek, szívesen elmondom, de szerintem Balázs ismeri. Én voltam, de ott azt kapod, amire befizetsz. Az nem csalódás, tehát, nem csalódás igazából. De egyébként valahogy nyilván szörnyen kiábrándító, 3 ilyen 16 éves, nagyon fáradt táj kislány lövöldöz. Unott arca, pikádókat is. Passzolgatnak. Igen, tehát meglehetősen kiábrándító, de tudod, hogy oda azért mész, hogy kiábrándító legyen. Tehát és nincsenek... beletalál a százas körben? Bármit lelő. Berakja a pikádót, kilövi, és kilövi a lufira. Igen. De azért képzeld már ezt egy OB-n. Egy dárc OB-n, vagy hol? Hát egy asztali tenisz OB-n, érted? Tehát, hogy ahogy izén, mondjuk melegítenének velük, így... Érted? Tehát, hogy ott lenne egy olyan formája, amikor azért lenyűgözne. Tegnap láttuk Balatonfüreden, hogy egy játékbolt előtt fel lehetett ülni egy falóra. 850 forint 10 perc. Nem próbáltuk ki, írja Bence. Mekkora biznisz? Kiraksz egy falovat, és elkész 10 percén 850 forintot. Szerintem a rodeobikák is jók. Ez az egy menet 500 forint.
Én is voltam egyszer olyanon, ráraktak, leestem, az ennyi. Ennyi. Most az a divat, ezt most több helyen láttam, vagy vannak ezek a trambulinok, amiket meg tudsz venni ilyen sportboltokban, nagy sportboltban, hogy azt megveszi a vállalkozó, azt nem tudom, 12.500 forintért, kirakja, és 500 forint, rajta. Vagy 700 forint per 3 perc. Viszonylag gyorsan visszajön. Nagyon. Bulgária 5D-s mozi. Szakadt kábellel csapkodták a lábunkat a székek alól. Közben valami trutyit spriccoltak ránk, 5 perc, 3000 forint volt, teljesen megérte. Hát gyerekek, az a hülyének is megéri. De abszolút, abszolút jó biznisz. Terhes artista nő a Vándor cirkuszban. Jaj. Főtt krumplit a szájában, villával elkapott zsonglőr. Egy gyerek, egy Vándor cirkuszál kevés lehangolóbb dolog van egyébként, tisztelet a kivételnek, mert van egy-két jó. Hát az maga az elmúlás és a szomorúság. Nagyon nyomorult volt, írja egy hallgató. Ez? Főtt krumplit a szájában, villával elkapott zsonglőr. Ez tök menő. Ez már 4 éves gyerek is tudja. Erotikus tánc Isztambulban. Egy ember gatyában egy levegővel 2 percig fütyül. Mi? Egy ember gatyában egy levegővel 2 percig fütyül. Ez az erotikus tánc. Ez volt az erotikus, erotikus tánc Isztambulban, igen. Van még egy, egy szex kiállítás. Mindjárt megnézem. Ők egy szex múzeumban voltak. Nem találom az SMS-t, mindig. Szex múzeumban voltak, és 3 bábú volt kiállítva, és 30 négyzetméter volt. Mindjárt megpróbáljuk fölhívni, hogy elmondja. Itt van egy telefonálunk? Lehet, hogy pont az, aki volt. Halló, jó reggelt! Hello, itt vagyok. Hello. Hello, mi a keresztneven? Lackó. Hello, Lackó, volt, csak nem tudtam. Te voltál a szex múzeumban? Voltunk ebben a Keshely szex múzeumban, hát mind a kettőnk összes libidója abban a pillanatban elment, ahogy beléptünk. De miről szól egy ilyen szex múzeum? Hát semmire nem tudtuk venni. Semmi elképzelésünk nem volt, átléptük az osztrák határt, vagy nem is tudom már milyen irányban érkeztünk, és már nem tudom, 7.-8. óriás plakát, hogy úristen, erotika múzeum kihagyhatatlan, sőne Angebote, és akkor menjünk oda mi is. Bementünk, és mint valami ilyen, nem is tudom, kínai Madame Tussaud, de rosszul eltorzult fejű férfiak meg nők mesztelen bábúi egymás hegyén hátán, és olyan maci bundával mindegyik ellátva, hogy ez szörnyű. Na. És ráadásul ez egész egy ilyen pincébe van, úgyhogy lemész, akkor ilyen sejtelmű félhomály akar lenni, de csak egy 25 wattos izzó pislákol valahol a sarokba. Ez egész olyan, mint egy szellemvasútba mennél. Szürreális az egész. Mennyi volt a belépő? Nem emlékszem, mert nem volt olcsó, tehát azt hiszem, hogy 4 eurónak írták, és akkor mit tudom, 1200-at fizettünk, vagy valami ilyesmi. Aha. Tehát, de ezt írják többen, ez az erotika hogy... panoptikum, igen, kezd helyen, ezt írják többen, hogy na ott leszel igazán depp is, igen, igen. És akkor vannak ilyen grafikák a falon, ami valami szexpartit akar ábrázolni, de igazából semmi nem látszik meg. Meg néha olyan pózok, mintha ilyen kínzókamra lenne. Aha. És körülbelül egy 20 négyzetméterbe összefoglalva. És 10 perc alatt végigmentetek rajta? Hát annyi nem volt. Aha. Hát tényleg elég lehangolónak tűnik egyébként. Hát mondom, nem tudtuk mi sem véleménynek, hogy mit akar ábrázolni. Hát legközelebb akkor majd a Festetics kastélyba mentek. Kevesebb a pamut, de... Igen, de lehet, hogy élvénydősebb. Kovival lepacizunk. Igen, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Nincs, hogy ciao. Hello. Kovi? Mi ez a Kovi csinálja ezt? Nem, hiszem. Az akkor jó lenne, ha ő csinálna. Ja, nem, és akkor mondta, hogy Kovival lepacizunk, nem értettem, miért mondta. Kenyában Maszáj falu látogatás $200 fejenként. Azt mondták, hogy úgy élnek, hogy több száz éve semmi nincs ott, semmi elektronika, semmi civilizáció, semmi. Erre az agyakunyhók mellett pár száz méterre a parabolás antennás háza, onnan babettával jöttek át farmerben, és körülbelül a turisták előtt öltöztek át masszáj viseletbe, valamint mobiltelefonáltak, a végén ráadásul még drogot is megpróbáltak eladni nekik. Éljenek a masszájok. Hát ez a klasszik, az egyiptomi... Klasszik fakultatív program, gyönyörű. Egyiptomiban is benne van, tehát, hogy kivisznek a beduinokhoz. Igen. Aki szintén ugyanilyen ősi az egész. Ezek nem változtak semmit, és látod, ott jönnek ki kvaddal. Kvaddal, figyelj, beáll a izé mögé, lepatan a kvadról, és már ő igen, gyorsan felkapja a ruhát, ellenyomja neked a beduinokhoz. Igen.
Na jó, hát igen, egyszer legalább mindenki jár így, hogy ilyen előadást nézni, hogy ilyen kiállítás sem egy. Nagyon sok cirkuszos SMS van, még az a nyerő. Az a főtt krumplit a villával, a szájával elkapós. De, gyerekek. De. Az a csúcs. Na jó van. Oké, hármas ugrás, játsszuk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok. Halló, Peti. Szia. Peti, hello, jó reggel. Mentek nyaralni éppen? Igen, megyünk Tatára éppen. Na. És hát képzeljétek el, hogy próbáltam annak valami ajándékot felajánlani, vagy gondolkodni, de rájöttem, hogy csak artoskodni kell, és hát tényleg bevált. Ilyen egyszerű az élet. Ja, hogy próbáltad lekenyerezni, és erre pont bekerültél? Igen. Hát nem épp, hogy arra gondoltam, hogy lekenyerezzem, de csak simán jött meg egy artoskodó SMS, és ezzel hamarabb bekerültem. És mit írtál, nem látom? Semmi, csak egyszerűen azt, hogy mindenre tudom a választ. Ja. És egy hete Szabi, vagy mi lesz most? Nem, hát én még tanuló vagyok, csak egyetemista vagyok, szóval így csak egy nyári szünet. Ja, egy kicsit elmentek nyaralni. Igen. Jól van, oké, Jani, milyenek a kérdések? Nézem, semmi extra. Semmi extra? Semmi extra. Na, megnézzük. Jó? Oké. Okay. Mehetünk? Mehetünk. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóit. Melyik város egyik látványossága a Trevikút? Trevikút? Róma. Bizony. Ez a második? Kicsit reményvesztett volt, ugye? Igen. Ez az. Egyedül mész, hogy van ott még valaki? Nem, vagyunk itt egy páran. De milyen csöndben vannak? Hát izgulnak ők, itt imádkoznak. Nagyon jól nevetek. Egyetemisták vagytok, a következőt tudni fogjátok. Az menni fog. Na, reméljük. Na, így szól a második kérdés dedikált egérpadért. Melyik közismert alkoholpárlat fő alapanyaga a kék agave nevű növény? Agave? Dél-amerikai? Vagy így nem lehet ilyeneket kérdezni? Semmi. Ez nem... Milyen alkohol? Ez az agave, az... már is mondom, tequila. Egy van! Jó! Jó, baj! Köszönöm a segítséget! Jó, baj! Jó, hát ez egy kicsit necces volt. Ne, jól ment. Na, jó, nézzük a harmadikat? Igen, nézzük a harmadikat. Így szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Melyik két ország között zajlott 1982-ben a Falklandi háború? 82-ben Falklandi háború? Hát, valami északiak. Fogalmam sincs. Az egyik ország Falklandnak, a másik Malvin-szigeteknek hívja. És mind a kettő azt gondolja, hogy az övé. Az egyik fél az valami Dél-Amerika. Jaj, Argentina. A fele megvolt. Brit és Argentina. Hát, az Argentina. Az internet. Ki használt internetet? Mindenki. Lassú a 4G-t. Nagyon lassú, gyerekek. Hát ez beütött, hogy falkra, de adja is. Hát ez... Jó, hát sajnos ez lassú voltam, de már csak egy másodperc van. Igen. Na, bumozzatok egyet, hát ha jó. Jó, egy nagy bumot. Kiabáljunk egyszer nagy bumot, jó? Indulnak az ajándékcsomagok, figyeljetek. Tiki, taki. 1, 2, 3. Az. Ezt nagyon kilőttük. Az milyen bum volt ez? Hát én hosszú ideig nem hallottam ilyen bumot. Hát milyen bum volt? Hát vicces. Azt, ami nénét... Ó! Hé, nekem jelez! Úristen, megindult a rendszer! Rendszer lefagyol! Istenem, kagyjál neki! Hát ekkora bumra. Figyeljetek, megvagytok, ott a csomag. Megvan! Aha. Megvan. Hányan vagytok? Négyen. Négy lány. Igen. Nem, négyen vagyunk, abból egy lány. Ja, egy lány. Aha. De a testvérem, szóval... Ja. Akkor te kimaradsz. Igen. Akkor te majd elmész aludni. Jó, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönjük szépen. Oké, köszi, ciao. Jó napot, sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban.
Készülj a következő megmérettetésre. Azt írja a nagymedve, hogy most voltam hétvégén Keszthelyen, és az erotikus kiállítás egyáltalán nem gáz. Értelmezni kell, és a régmúltat mutatja be. Egyébként 600 forint a belépő, úgyhogy egyáltalán nem lehúzós. Úgyhogy van, akinek ez tetszik. Persze. Ciprus cápahorgászat, zsinór, lefelé 5 perc, kishalazás a part mellett, erre a kapitány nincs, mit sem, nincs itt semmi nézni való, menjünk ebédelni, majd haza, mindez 200 euró. gyönyörű program. Az is legalább őszinte volt. 9 óra múlt 1 perccel, jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 4:10 van pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Lenny Kravitz új dala. Így van. Ez szólt itt a Morning Show-ban. Pontosan 4:10-kor. Kezdem megkedvelni egyébként. Ezt a dal? Igen, ugye ez a tipikus az a dal, amit jobb, többször meghallgatod, és aztán egyre jobban tetszik. És egyszer csak rájössz, hogy szereted. Jó hangulata van. Először fura, hogy ez egy Lenny Kravitz dal, de aztán az ember megszokja. Igen, csak hogyha valaki először mondjuk a Are You Gonna Go Away-t hallgatja, akkor... Mondjuk, ahogy... Are You Gonna Go Away? Are You Gonna Go Away? Ha először azt hallod, nyilván fura. Az zseniális. Most ez a dance, ez nagyon megy, most mindenki ilyen dalokat írogat. Lenny-től kicsit fura. Egyébként. Lehet, hogy a következő Kassa Tibi dal is egy dance lesz. Egy ilyen típusú dance. Elmegy egy 3 év, aztán megint visszaveszi a gitárt, akkor annak örülünk, így szokták. Tök jó. Én örülni fogok. Gyerekek, jól látom, hogy az egyik kereskedelmi televízióban Kandász Andrea csúszdázik, hogy ő csak egy hasonmás. Nem, ő személyesen. Ő maga csúszdázik. Ő nagyon bevállalós egyébként. Tehát, hogy így látod. Megmutat mindent, máhogy a csúszda parkban. De Kandász Andrea egy naplóanyagban elment csúszdázni? Ja. Ez a napló, nem... ez a napló vége, nem? De ez nem de napló, utitárs. Ja, hogy ez az utitárs? Hát, ja, azt hittem, mondom, már ilyen anyagok születnek a naplóban, hogy Kandász Andrea csúszdázik, mert hová lett a személygyűjtés, meg a nagy társadalmi összefogás, ami ugye azért jó volt régen, még a Sábiék idejében, de akkor nem. De itt régen személytelep volt, most pedig csúszda. És ez kinek köszönhető? Kandász Andrea. És akkor ő ezeket kipróbálja? Igen és ajánlja, ja, mint magyar tudtam. Turizmus, menjél szépen, nézzél szét a világban. De ez tök jó, az jó, hogy nem kell külföldre. Hú, de elszapták ezt a ruhát. Na, hát de csak az egyik vállán volt. Hát van, az egy stílus. Tehát az, ami nem szimmetrikus valami, azért az még hordható. És ez a másik, ez az ing. De ez már egy másik műsorvezető. És begyűrt az inge, láttad? Igen. Eddig mindig kint volt. Nem tudom, hogy van komoly változáson megy keresztül, de most a betűri az inget, és nem 6 számmal nagyobb az inget Rütkonan. De jól áll neki. Jól áll neki a Csilla. Egyetlen. Na mindegy. Na, van egy balesetünk a Megyeri hídon, Budakarász felé, egy sávon halad a forgalom, ezt Karika küldte nekünk, elég nagy a dugó, ha valaki arra szeretne menni, akkor készüljön erre. Aztán, gyerekek, hol vannak a közlekedési hírek? Baleset az új nullás végén a Kalászi körforgalomnál, ez ugyanaz. Úgy értékelitek, hogy ugyanaz? Többé-kevésbé, igen. Inkább többé. Szentendre felé egészen pontosan valaki megpuszilta a szalagkorlátot, és emiatt van dugó. Többen kérdeztétek, ez a pontos oka. Keresztben áll az autó. Vagy hosszában az út. Mindent tudunk a Megyeri hídról. Aztán Pécs M6-os 144-es kilométernél fotóznak, figyelje mindenki. Gyorsforgalmi lerobbant autó miatt dugul befelé, ezt Brian küldte nekünk. Aztán baleset a 4-esen, a gyömrői kereszteződésben motoros rendőr irányítja a forgalmat. A Gábor üzente M3-as bevezető zuglónál még mindig katasztrófa. 85-ös főút Farát belterületén Fehér Szeádból mérnek a megélhetés gátlók. Ezt Zoli küldte nekünk. És nem működik a Sorompó Nyírbátornál, 3 kilométeres a sor, rendéber őrei nem csinálnak semmit, ezt pedig Greg küldte nekünk. Köszönjük szépen, valamint az Egér úton, félpályás útzárban Budapest felé, úgyhogy ott is hatalmas a dugó.
És van nekünk egy játékunk is, ami nagyon fontos, az utolsó lehetőség arra, hogy a Fradi Chelsea gála meccsre, a stadion nyitójára, nyitó meccsére jegyet lehessen nyerni. Augusztus 10-e, ez e-hét vasárnap. Bizony. Most vasárnap van? Most vasárnap. És biztos vagyok benne, hogy hatalmas fiesta lesz. Reméljük és hogy parádézni fog a csapat, ugye most a hétvégén a Fradi. Ja, Fradi. Igen, aha. Melegített egy nullás vereséggel a Lombard pápa ellen idegenben, de hogy a Chelsea nem biztos, pápa, hogy... Hát azért nem hát azért, most, hát azért nem hát a Lombard pápa, hát nevetjük, ők hol állnak, kik ők jók. Ők, nem annyira, mint a Chelsea, de ahogy nekik is lehet... Egy nagyon durva 1-0, hát most altatnak. Hát nézd, gondolom, a Chelsea, ahova megy játszani, az utolsó héten már lekéri az ellenfél bizony eredményeit. És meghallja, hogy a Fradi legyőzte a Lombard pápát, hát nem, tehát akkor... Visszamondják. Hát ott gondolom, ez már egy ilyen meccs előtt az altatás, nem? Igen. Hogy el kell veszíteni a pápa ellen, hogy a Chelsea ne... a lámpártot rögtön. Igen, hogy a Chelsea ne ijedjen meg. Játszik még addig a Fradi? Nem, hiszem. Nem, most nyalogatják a sebeiket a Lombard pápa után? Nem, hát nem hiszem, hogy ez... Hol játszik most a Fradi NB1? Behogy. Mi van? Hát igen. Jogos a kérdés, játszottak ők ezért elég sokan, már feljutottak egy pár éve? Persze. Ilyen tekintetben nincsen egyáltalán probléma. És most hol állnak? Középmezőny eleje? Hol vannak most? Na figyelj, látom, hogy érdekel a téma. Csak felmérem az erőviszonyokat, nem nagyon tudom, nem ismerem a magyar futballt, nem követem. Hetedik helyen állnak az OTP Bank Ligán. Hetedik helyen vannak. És a pápa? Ők tizedikek. Na, látod? Jó, hát itt van a csel. Aha. Altatják a Chelsea. Úgy van. Mezenyám. Fogadunk majd a meccsen? Persze. Na, de ki fogad a Fradi ellen? Nem kell a Fradi ellen, hát hogy mennyi lesz a fogadhatunk végeredményre is. Fogadhatunk döntetlenre is. Fogadhatunk döntetlenre, hogy hány gól lesz a meccsen, összesen, és akkor nem kell megnevezned, hogy most... És ebből mennyi a cseh... Igen, de azt is lehet, hogy hány gól lesz összesen, lesz-e öngól, lesz-e kiállítás, 7 gól lesz összesen? Aha. Kinek lesz több szöglete? Ki tudja tovább megtartani a labdát? Labda birtoklás, és tényleg sok mindenre lehet fotózni. Csomó ilyen van. Na, van egy hazai felmérés, ez elég friss, miszerint a magyarok 22%-a elnevezi az autóját, képzeljétek el. És minél szorosabb a tulajdonos kapcsolata a járművel, annál valószínűbb, hogy nevet is ad egyébként autójának. És míg az autóban élők 27%-a illeti névvel az autóját, azok, akik csak közlekedési eszközként tekintenek rá, csupán 16%-ban teszik ezt. Vagyis akinek jó a kapcsolata az autójával, és sokat autózik, az több mint valószínű, hogy nevet ad neki. Jellemzően az autó márkája, rendszáma, vagy színe alapján történik a keresztelő, írja ez a cikk. Angliában egyébként a válaszadók 24%-a hírességekről nevezi el a járgányát. A két legnépszerűbb név a Vilmos Herceg és Lady Gaga. Oh. Az egy csúnya autó kapta? Vagy? Az csúnya, hogy Fiat Multipla. Az úr büntetése, a Fiat Multipla. Az legalább karakteres autó volt. Az karakteres. Első karakteres volt, a Fiat Multipla nagyon már karakteres. Nem. Miért? Nagyon szerintem vicces. Szerintem a világtörténelem legrondább autója. De karakteres, tehát legalább van benne valami. Hát nem hagyjuk így, hogy karakteres. Nem egy tucat autó. Nem egy tucat autó. Azt tudod, hogy jön a multipla, jön a doboz. Jön a doboz, mindenfelé ki lehet látni. Ott az első szélvédő alatt volt egy ilyen 15 centis, nem érted micsoda, azon volt két reflektor, nagyon jó. Imádtad, milyen jó volt vezetni? Hogy amit azt vezetted, vagy ezt kipróbáltad? Még a Danubiusnak volt annak idején kettő, azt hiszem, vagy három. Volt multiplája Danubiusnak, tényleg? Aha. De azt nem úgy készült egyébként, hogy volt... Ha véletlenül összenyomtak valamit. Ott valamit elterveztek. Volt két autó, az egyikből nagyon bejött a karosszéria, a másiknak meg nagyon jó volt a felépítmény, és akkor kettőből összevartak. Valószínű. Igen. A legnépszerűbb meg számító hírességek utána megkérdezettek 11%-a rajzfilmfigurák, 4%-uk focisták, 3%-uk pedig politikusok nevét adja az autójának. Érdekesek, hogy a válaszadók 3%-a munkatársairól nevezte el az autóját, amit egyébként nem mindenki tart értelmes dolognak. A megkérdezettek 20%-a szerint szánalmas, ha valaki megszemélyesíti az autóját. Kikérem magamnak. Hát te azért becézgeted, hogy... Tehát, hogy nem, nekünk mind a két autónak van neve. Nehogy tényleg. Nem, persze. Tarts ki kicsim, tarts ki, már itt van mindjárt a tréle. Hát dehogy nem. Sőt, az eddigieknek is volt. A Nagy Alfának az volt Rommel admirális, érted? Alfa Romeo-ból Rommel.
Így volt a most... Rommel admirális volt az Alfádnak a neve. Az melyik volt az a 156-os? A 166-os. Az a legnagyobb. Őt honnan kéne ismerem a történelemből? Már hogy ugye, mert gondolom haditengerészetnél szolgálhatott, mert hogy admirális, mert hogy egyébként én ismerek egy Rommel, de hogy szárazföld, de pont ezért volt, ja, érted? Ez volt benne a csel. Igen, volt egy szárazföldi Rommel. Egy ismert főtiszt volt. Istenem. Ő korábban volt vissza. Pont ezt mondom, hogy nem mindenki. Ez egy híres emberezés, ez hülyeség szerintem. Ja, ja jó, mert hogy mert gondolom, akkor irodai munkám volt alapvetően Rommel admirális haditengerészetnél. A haditengerészetnél hátul ült. És most ennek az Alfának mi a neve? Tarts ki, kicsim? Nem, ezt nem kell, ilyenek nem az én autóm szokott szervizbe állni. Az enyém is áll, én ez nem. Nem, a tiéd áll, az enyém nem. Szétnessél, vagy hogy hívják? Bocs, csak mert érdekel, tudod, hogy szeretem a történelmet, hogy Dönitz alatt szolgált a tenger alatt járósoknál, vagy Réder alatt a haditengerészetnél. Amelyiket akarod, én ja. Ehhez nem értek ehhez a részhez, itt a szeretet volt a lényeg, érted, a Rommel. És most ezt hogy hívod? Van egy francia családi autónk, ő Michel, aki az ellenállásban dolgozik, ugye? Aha. A francia ellenállásban, tehát őt Michelnek hívjuk, a franciát. Az már szimpatikusabb. Így van, és ő meg Lou. Lou. Ő itt Lou. Ott áll kint Lou. Lou-nak hívod a kocsidat? Lou. De jó. Jézusom, de kellemetlen. Lou. Szerintem nem kellemetlen. Nagyon sokan nevezik el az autójukat valahogy. Ez nekem is tetszik, amilyen kis lehetne Lou Vega. Ha tessék, ott van. Lou. 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 És akkor bepakolod hátra, akkor megyek, megrakom Lou-t. Így elindult a hétvégén a család, és akkor megyek, megrakom Lou-t. Nem, akkor a családdal megyünk, akkor Michelt rakom meg. Ja, akkor még megyek, megrakom, megyek jól bepakolok Michelbe. Akkor Michel, az oda bedurran. Atya Isten. És amikor elfordított a Lou-s kulcsot, akkor azt mondtad, hogy Lou, come on. Pontosan. Ugyanígy, Lukamon. Hát a név az elég fura. Mert nekem is fura, soha nem adtam egyetlen autómnak. De nem, soha. Mert látszik is, mert hogy bánt soha. A kocsikkal. Balázsnak soha. Szeretett. Én használom. Talán ezt nem tudod, Feri, de Balázsnak is van egy neve az autójának, a mostaninak, a Rovernek, ez pedig nem más, mint a Road Force Man. A Road Force One az az ő autója. Road Force One. Szerintem ez annyira csajos dolog elnevezni az autót, az a csajok nevet adnak a kocsinak, az jó, de egy pali nevet ad a kocsijának, az rettenet. Miért lenne rettenet? Mert hallgatok, írjatok már, nektek is biztos. A csajok, tudod, adnak valami, van egy kedvenc kocsijuk, és akkor az olyan csajos. Tehát az jó. Egy csajnak jó rá. Aha. Van egy kis, mit tudom én, egy kis Beetle, vagy mit valamilyen kis minie, vagy nem tudom, van valamilyen autó. Jaj, bazd. Ja, bocsánat. Ja, bocsánat, csak leöntöttem magam kárra. Hogy mondtad? Elnézést. Hogy mondtad, János? Így hívod a kocsidat. Neked ez volt a neve? Volt egy olyan autónk egyébként, egy Esmort, aminek akár lehetett volna, ez is nem egy régi típusú volt, olyan rendszámmal, ami már nem is létezik, és akkor annak akár még ez is lehetett volna a neve, de nem ez volt. Ami ilyenkit a mostanit, az ugye egy zöld, ilyen egyterű, az lehetne mondjuk alapvetően, hogy a Vega gazdákba kiindulva, mondjuk lehetne Popeye. Na, mert hogy ugye ez csak lehetne, tehát lehetne. Nem adtatok neki neve. De hogy az előzőnek is volt neve, nek a muzzál már. Mit? A Skodátoknak is volt neve. Igen. De múltkor mondtad, hogy valahogy elnevezték. Volt neve az autótoknak, tényleg? Persze, Skoda 120L. Igen. Az volt a neve, hogy BP Bank, mert inkább az övéké volt, mint a milyen. És az előző, tehát mindegyik Alfádnak volt neve? Vagy igen. Mindegyik autódnak volt neve? Igen. Igen? Aha. Volt egy Renault 19-esem, az Escape volt, mert az volt a rendszám, hogy SC017. Escape. De mikor Escape. Használod? Tehát mikor nevezed nevén az autó? Amikor beszélgetek például a BK-val, hogy akkor most te mész a Lou-val, vagy én? Jézus. Miért? Jézus. Ebben mit ciki van? Melyikkel? Akkor... Ketten vagyunk, például gyerekeket leadtuk maminál, akkor melyik? Michellel menjünk, vagy Lou-val? Tessék. Akkor megbeszéljük, a francia ellenálló, vagy az olasz? Megvan tankolva Lou? Hát, a Michel, inkább menjünk a Michel. A francia ellenálló, vagy az olasz csőd? Hm. És így becézgeted, hogy szia Louis, vagy így beülsz? Nem, a Louis, nem mondunk ilyet, hogy Lou. Szia Lou, köszönsz neki? Igen. Vagy mit tudom, lekapcsolod, bezárod, szia Lou, aludj jól. Aludj jól, persze, igen, és betakargatom, hogy meg ne fázzom. Atya és az Escape az miért volt? Escape from új kigyó? Nem, az volt a rendszer, hogy SC017. És amikor ülsz egyedül bent az autóban, és beszélgetsz el, akkor is? Tehát persze, akkor mondom, a gyerekicsim Lou megtankollak. Szia Lou, látom szomjas vagy, mindjárt kapsz inni. Igen, de ezt az óránban akkor... mondom, tudod. De mondod Lou. Neki, hogy tarts ki Lou, mindjárt iszunk? Nem mondom, miért mondtál? Nem, hát mit a vezetés közben, hogy mit tudom, tarts ki Lou, vagy nem tudom. De nem kell kitartania, megy. Nem, hogyha fogy a benzin, és akkor nem sokára beállsz tankolni. Mindjárt iszunk egyet.
Aha, nem, ilyet azért nem. Tehát hülye nem vagyok, csak van neki neve. Hát... Ez hát miért most ez, amikor... Nem vagy, ezt nem, azért ezt ilyen formában nem mondanám. De miért? Hát ez egy kocsi, hát nem vagy te apu... nő, hogy te nevet adjál de a kocsinak. De most miért? Az mennyivel? Mi? Ha valahol milyen, van, milyen, van milyen? Egy háztartásban két autó. Igen. Van egy Audi, meg egy BMW, akkor az mennyivel... Ez ritka ez a magyar háztartás, de bárcsak így lehet. Akkor van egy Trabant, még bárcsak így Trabant, meg egy Renault, tessék, anyujára Trabanttal, a Renault-val az apu. Akkor az mennyivel jó? Na most akkor miért te mész a Trabanttal, vagy én? Most az mennyivel? Te mész Honeckerrel, vagy? Igen, sok, nem sokkal szem. Hát, mi, ott Honeckerrel mi? Megyek, vagy nem? Hát akkor a mi 1005-ös moszkicsunk is lehetett volna rettegett Iván. Lehetett volna, és miért nem volt? Hát, mert inkább apámé volt az autó, na, mint tessék. Az enyém. De most ebben mi van? Hát úgyis valahogy meg kell különböztetni őket. Nem tudom, nekem nagyon csajos. Tehát, hogy egy pali becézgeti az autóját, és neve van, az ilyen nagyon... Nem becézgetem, csak, hát csak van úgy, neve. Hogy úgy hívott, tehát, hogy... Hát becézgeti, nyilván becézgeti, hát a Lou, akkor ez egy becézés. Nem, az a neve. Hogy, hát az a neve jó, nem, de a hogy... A becézés az, hogyha... Ha Louis-nál, Louis. Igen, vagy... Igen. Én azt hittem, a pasik nem adnak neki nevet egyébként. Mostanáig én is. Nézd meg, hány pasi ír, hogy van neve a kocsijának. Anna, te adtál nevet a kocsidnak? Anna, adott nevet? Volt neve Laci a kocsidnak? Is. Biztos, Laci, a tiédnek csak van neve. Ez egy bonyolult kérdés volt. Várjál, jön. Igen. Jön, várjál, jön. Igen vagy nem, kb. Ennyi volt szerintem. De nagyon bekérdeztem, te is becézgeted az autódat? Nem, nem becézgetjük. Nem? Mert kompi nincs a szeretem. Neve. Micsoda, na, micsoda? Tessék, de van, kompót a neve, kompi. Na? Húha. Én nem akarok egy ilyen nagyon világban élni. De miért? Én megint rájöttem, hogy nem akarok egy ilyen világban élni. Neked még jól áll. Az előzőnek is volt neve, annak Udo volt. Udo? Udo. De még Udo? Járunk már utána? Nem, nem azért, mert olyan hosszú elmondani. Udo is kész. Legyen ennyi elég. Aha. Sasha Hein a klinikákban ilyen autóval ment, valószínű. Az nem, Udo fregat kapitány. És az az előttinek is volt, az pedig Antipász volt. Antipász. Na, és akkor, de mikor, te mikor, ugyanúgy, mint a Feri, hogy megyünk jó, megraktad az Antipaszt? Megraktam, bepakoltam igen. Mindent az Antipaszba, indulhatunk, és drága Anna, ülj be, kérlek, és irány, jól bekötötted magad, irány, horány, és így elindult. De igen, és, igen. És az első út a szervizővezet, mert a hátulján eldurantotok egy üveg pesgőt, és elkeresztelitek? Legyen a te neved, Antipász! Rohadt életben. És ezzel tönkreláktuk. Nem, de valahogy ez így jött nekünk. Mindegyiknek volt. Antipász. Antipász, Udo, állj ki Antipásszal. Igen. Tolasd be kompóttal. Kompóttal, igen. Kompi. Hol van kompót? A garázsba vagy a garázs? Igen, ki ben van még a garázsba, akkor kiállnál kompóttal? Már én a Spejzben kerestem. Kompika, igen. Kompi? Kompi, a mostani autó az a kompi? Kompi, igen. És miért lett kompi? Mert ő KPU-s és kompót, kompi. KPU? A rendszám, és akkor ránéztünk, és mondtuk, hogy jaj, a kis kompi. Mi és felé érnél az eszkép? Ennyi. Igen, ennyi, pontosan. Na, ez logikus, nekem ez bejön. Na, nem olyan gáz. Fagyás. Na, nézzél szét az SMS falon, csak mondom. Azt nézem. Nézzél szét, teljesen normális. Teljesen normális, hogy férfiak. Így van, hogy férfiak is adnak. Az én autóm Frank. Mivel devizahiteles. Na, az is egy gyönyörű. Ugye? Tehát, hogy valami, valamit még hozzáteszel ahhoz a kapcsolathoz, ami egyébként egy autó és a használója között van. Azt mondja, hogy van egy 27 éves Skodánk, neve SX7. Jézus, atya, úristen. Azt mondja, hogy egy F-es Astrán van aranyszínű. Aranyszínű, ő lett AY Aranka. A Mitravinknak Tüzes Vili volt a neve, írja valaki. Tüzes. De még Trabinak egyébként még valahogy jól is áll a névén. Igen. Igen. Igazad van, Feri, attól még nem vagy kevésbé pasi, mert neve van az autónak. Na, tessék, írta szép egy napot, lány. Szatyi. Nem, ezt egy pasi írta. Az én ladám neve a színe alapján barna szar. Jézus Isten. Nagyfater a Trabját halálcsillagnak hívta. Ezt Erik küldte nekünk. Ezt nem. Lemegyek a Lou alfába, ezt Feri küldi. Az én kocsimnak Bin a rendszáma, én csak szemétládának hívom, ezt Ádám küldte nekünk.
Az én régi BMW-met Vin Dieselnek hívtam. Na, ez jó. Ha Lou-t becézgeted, akkor az Luca. Nem, nem becézgetem. És ha megpakolod, akkor ennyi. Megrakod a Lukát. Megrakod a Lukát. Párom első 34-es BMW-jét büszkén neveztük el, mert annak az autónak lelke volt, mai napi könnyes lesz a szeme, ha rá gondol. Ezt Saci küldte nekünk. Feri akkor személyeskedik az autóval, amikor lerobban, de akkor nagyon ez barna. Feritől kérdezném, hogy hány lóerős a kocsi? Hány lóerős? Tényleg mekkora, milyen motor nem be az Alfa? Egy hatos? Van. Nem, hát az, az annyira kicsi nincs, de 2000-es. Volt az előző Lou, mert a Lou most már öröklődik, ebből volt egy zárt kaszni, és abban volt a 3000-es V6-os, azt szerettem. 3-2-es V6-os. De ez gyerekautó. Hát ez egy pici-pici kis motor van, mert 2000-es. Feri nem ciki, Balázs Maradi. Na? Bali, lehetne a Rover Atkinson. A régi transporterünket Millennium Falcomnak hívtuk, ezt Rizzo küldte nekünk. Én a 7-es BMW-met nevezem NAV-nak. Hát igen. Volt egy Devo Nubirám. Az Dave volt, mint Mutter Devo-ját Daisy-nek hívtuk, Fater JDF rendszámú autója pedig Judy volt. Gyerekek, csomó embernek van neve. Persze, bár ez normális. Tök normális, csak nálad nem. Úgyhogy találjuk ki, hogy mi legyen a neve a kocsidnak, ahogy szólítanak. Próbáld ki ma. Hogy? Most találjunk ki egy nevet az autódnak. Jó? Ahol, amivel most kimész, majd 10 után megszólítod. Beülsz, elmentek, együtt elindultok. Beálltok a benzinkútra, megitatod. Na? Próbáld ki! Próbáld, de tényleg, egy napra vállald már be, hogy van neve a kocsidnak. De most bennem van a hiba, hogy én nem megitatom az autómat, hanem megtankolom. De próbáld ki, egy napra, nincs benned hiba. Én nem megfürdetem, csak lemosatod. Lemosatom, igen, én nem megitatom, csak tankolok. Föltesszük a téli cipőt, hát érted? A kis papucsot a kis autóra. Ne, csizma van, nyáron van papucs, télen csizma. Az a téli és te föladod a kis lúra a kis csizmát. Persze, elmegyünk és föltesszük a téli csizmát. Atya. Na, próbál, mi legyen figyelj, a neve legyen. A kocsidnak ma? Mi legyen? Punci mágnes. Hát az most, most egy ideje már ez elég nagy képű lenne a te esetedben, meg a mi esetünkben is, én azt gondolom. Nekünk ez már nem áll jól, igen, házas emberként, ez már nem annyira. Ez már nem annyira jó, igen. Figyelj, mivel ugyanaz a rövidítése monogramja az autó típusának, mint egy másik prémium kategóriás autónak, a Rolls-Royce-nak. Aha. Ezért legyen a neve Royce. Royce. Nem tudom azt a az élethelyzetet elképzelni, amikor én beszélnék hozzá egyébként. Csak ma próbáld ki. Gyönyörgöm. Jó. Keressünk egy jó nevet a Verdádnak, és holnap reggel beszámolsz róla, hogy megváltozott az életed. Hogy ma becézgessem? Igen, igen, hogy majd meglátod. Tehát nem az lesz, hogy megint szervizbe kell vinni, rohadjál meg, hanem hogy más. Oda már automatikusan megy. Hanem, hogy más lesz a kapcsolatotok. Legyen a neve valamilyen nemesi, valami kékvérő, valamilyen tényleg ilyen előkelő. Víz, service. A service, az tetszik. Service, az jó. Az jó, ez bejön. Service. Úgyis angol autó, érted? Service. Hova megyünk? Szőröm. Service. Merre lesz az úr szőröm? Merre lesz az úr szőröm? Nagy uram. Vezérem. Service. A service-be megyünk. Megnézzük, mi helyzet a service-be. Igen, az egyébként jó. Az én esetemben találó is. Egyébként. Service. Na jól van. Mondd el a Fradi kérdést, Jani, jó? Hogy na. Valaki még be tudja jutni másodmagával a hétvégi meccsre. Nehéz? Egy legendához kapcsolódik, Ferencváros egyik legendájához, a kérdés pedig így hangzik. Ki volt az FTC vezetőedzője akkor, amikor a csapat a Bajnokok Ligája főtábláján játszhatott? Ő sajnos már elhunyt. Ezt most fejből végében. Tudom. Nagyon fejből nagy formátum tudom. A játékos és edzőként is fantasztikus személyiség, fantasztikus tehetségű ember volt, tehát ki volt az FTC vezetőedzője akkor, amikor a csapat a Bajnokok Ligája főtábláján játszhatott. Ezt írjátok meg nekünk a 0676450000-as SMS számra. De jó az SMS számra is. Igen. Köszönjük. Nem tudom, hogy az SMS számra, mondom, hogy jó az SMS számra is. Jó, ma van az utolsó lehetőség, hogy valaki megnyerje ezeket a jegyeket, úgyhogy sokan szeretnék, de tényleg
holnap már nem tudunk adni, úgyhogy aki érdekelt a dologban, és ott lenne augusztus 10-én a Fradi Chelsea meccsen, az most még próbálja meg nekünk SMS-t küldeni. Jó, 3-4-10 lesz, 6 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, a show, amelyre az ország ébred, hamarosan folytatódik. Itt a Klassz FM-en. Reklám. A tökéletes házibuli kellékei, a Tuborg és a zene. Látogass el a tuborgházibuli.hu oldalra, tippeld meg, milyen dal szól, és nyerd meg a heti nyeremények egyikét, vagy egy exkluzív Tuborgházibulit Star DJ-vel és a saját sörcsapoddal. Augusztus 24-ig minden nap új dalt és új nyerési esélyt tartogat. Tippelj és nyerj! Tuborgházibuli.hu. Nyaralni indul. Ne hagyja őrizetlenül értékeit. Tiss Security. Lakásriasztó csomag akciós áron mindössze bruttó 49.990 forintért. A csomag egy darab riasztóközpontot, egy darab nyitásérzékelőt, két darab mozgásérzékelőt és egy beltéri szirénát tartalmaz, de az egyedi igények alapján bővíthető. Sőt, fél év ingyenes értesítéses távfelügyeletet vállalunk. Budapesten belül kiszállási díj nélkül. Megrendelés és információ a dis-alarm.com oldalon. Reklámot hallottak. Morning Show. A Klassz FM-en. 3-4-10 lesz, 5 perc múlva. Balázs, fogadd el, hogy valaki másképp gondolkodik és nevet ad a kocsijának. Minket sem zavar, hogy biszexuális vagy, csak, csak furcsa. Nagyon jó. Pont. Bizonyítékot, fotót. Gyerekek, hát abszolút. Igen. Na jól van. Azt mondja, hogy... Már megy abszolút. Abszolút igaz. Hát most miért? Tudod, hát most miért tagadjam? Hát mutatjuk, hogy mivel is foglalkozunk a mai napon. Beszélgettünk arról, hogy milyen kellemetlen érzés az, amikor az ember sok pénzt kifizet egy előadásra, egy cirkuszi előadásra, egy kiállításra, egy múzeum látogatásra, és nem azt kapja, amit szeretne. Ugye legalább egyszer az életében mindenki jár így, hogy a család felkerekedik, elmennek, kifizetnek 8000 forintot a pénztárnál, legyen szó akár tényleg egy vándorcirkuszról, vagy egy panoptikumról, bemész, és maga a szörnyűség, az elmúlás, és a depresszió fogad odabent. Egy David Copperfield előadásról beszélgettünk. A Vödrösről. A Vödrösről, ide egy meglehetősen low budgetes előadás az a David Copperfield, és nagyon sok hozzászólás is érkezett, valamint megvitattunk egy-két fura nevet is, hogy az emberek mi alapján adnak nevet a saját gyermekünknek. Már nem is tudom, hogy jutottunk el ide, vagy miről kezdtünk el beszélgetni. Mindenesetre a furcsa nevekhez jutottunk el, hogy ki miért adja azt a gyermekének, hogy Lakatos Jason Statham. Szeretti. Állítólag van a GT. GT, igen. Így vagyok beszélni. Haverok, GT. Így van. Úgyhogy erről beszélgettünk ma reggel, és most ezeket a pillanatokat megmutatjuk újra. Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ez itt a Morning Show. Azt a Lakatos Rambo, azt érzi, hogy senki. A Lakatos Jason Statham. Na, az már valaki. Lakatos. Az már egy frissebb generáció. Lakatos Jason Statham. Hát mondom, azt én lehet, hogy nem meséltem, ami legdurvább volt, amit hallottam egy versenyen. Talán kickbox verseny volt. Felkészült Jurassic Brandonka. Nem lehet. Az a felkészült Jurassic Brandonka. De a Brandonka még oké, de Jurassic Brandonka. De a Jurassic család azt... Hát ez az, hogy... És így nem. Álltam, és nem akartam elhinni, hogy jól hallottam el, és utána, amikor ugye újra föllépsz te az izérem, nem tartom, mire mindegy, amikor akkor újra bemondanak. És annyira rögtön, hogy feladtad. Nem, kísértem valakit. Felkészült Jurassic Brandonka. Az ott nem. És az így ott... tudod, hogy mindenki kezébe egy pillanatra így megállt az ütő, így a kanál, vagy bármit, amit csinált, egy kesztyű volt. Akkor nem tenisz volt. Vagy akkor nem kickbox volt. Felkészült Jurassic Brandonka. Figyelj, szerintem ott a speaker lehetett a ludas, az szerintem az Jurassic volt, vagy valami hasonló, nem lehet, hogy Jurassic legyen. Valószínűleg Jurassic volt a becenév. Ott a speaker is hunyó volt, meg a kis sportoló is szerintem. Ránézett a papírosztról, hogy anyád. Jurassic Brandonka! Hol vagy már? Kicsit idegesen. És jött is. De miért nem tételezzük, hogy tényleg így hívták? Nem lehet, hogy Jurassic, hát ez a család. Tehát, hogy a keresztnév lehet már. Család a Jurassic. Ja. Aha. Mint az Eszterházi, Festetics, hát a Jurassic, nem? De vannak még jó névötletek egyébként. Lakatos Nintendo. Nem. Jó, nem hát lehet. Nincs. De mi van, ha igen?
ugye rengeteg keresztény van már, amit engedélyeznek egyébként. Lakaton iPhone 5-es. Lakatos iPhone 5-es. Atya, atya úristen. Lakatos Marlon Brando. Ez ilyen legenda. De az még lehet. Az még Lakatos Marlon Brando? Nekem egyébként ezt tetszik eddig a legjobban. Ennek van húzása. Nem hiszitek el, körülbelül Rodolfo 2-es bűvészdoboz, Budapest TV, éjjel egy órakor oda kapcsolt. Tudod, mit csinált? Vödör. Kimutatta mindenkinek, üres a vödör. Esküszöm, nem hazudok, üres vödör. Ah, tízezer ember, mi lesz majd itt, úristen? Igen, bőgöztük egymást fényeket. Hallottad, üres a vödör. Figyelj, megőrülsz. Úristen, jó, úristen. De durva. Letettem én is a fasírozott a zsemlét magam mellé, mert figyelj. Kocorra hoztam, figyelj. Most. Ezt látni kell. Ezt látni. Üres vödör. Visszaegyenesítette a vödröt, függőlegesbe tette, visszamutatta, hogy megmutatta, illetve meg belenyúlt, és kivett egy fehér galambot. Dupla falu vödör, Rodolfo 2-es bűvészdobot. Hát, ha az volt. És így ülsz 5000 ember, és halott galamb. Aj, nem. Mit csinál galamb? Ekkor azt mondta, hogy halott 30000 volt. Halott! Halott, rohadjál, mert mutassál valami durvábbat. Halott 30000 volt. Majd, amit nem akartam elhinni, amit azt hittett, hogy ezt már ember nem csinálja, befeküdt egy ládába, jött egy csinos asszisztens, és három részbe fűrészelt. Na, az már jobb, mert általában kettőbe szokták. Ezt most a Budapest TV nem, úgy volt háromba, hogy ő illetlenül derék alatt vágták el, és akkor a két láb különnek. Csak mondom, hogy ezt Luigi a bűvész a Budapest TV-n éjjel 2-től 3-ig, amikor volt a műsorideje, ő 4-be vágta magát. Tudod, így mindenki ránézett a jegyára, ránézett a színpadra, megint megnézte a jegyének az árat, megint megnézte a színpadot. 3 részbe vágta magát, majd fölhívta a színpadra Gönci Gábor talán, Déta Renikő. És eltüntette Gábor seggét. Ott is keresik. Fölhívta őket a színpadra, és azt mondta, hogy most titeket eltüntetlek. Még fölhívott még egy Rékasi, nem tudom, 5 közszereplőt. Nyilván erről erre volt beszélve. Berakták őket egy ilyen ketrecszerű valamibe, vagy valami állványra, ahol nekik így nagyon integetni kellett, és így nagyon integettek. Sziasztok, a Palit családot nem ő tüntette? Mindenki reménykedett, hogy egyet-kettőt közülük örökre eltüntet. Letakarták őket, ketrec, szóval nyilván kimásztak, levették a leplet a ketrecről, sehol nem voltak. Csak egy vödör. És ott volt egy vödör. És ott volt egy rohadt fehér galamb. Kiderült, hogy ők kijöttek ebből a ketrecből, átfutottak. A büfések látták, hogy futnak, futnak. Kint az aréna folyosóján ők átfutottak gyorsan. Gyorsan fussatok. Eltelt 1 perc, pont kiszámoltad, hogy van annyi idő. Dobtak a parkolóutat. És visszaszaladtam. Figyelj, akkora fapad volt, és 1 perc múlva a reflektor mondták a közösségnek, hogy nézzünk hátra. Tudod, mindenki, ó, anyja, másfél percet felmásznak a színpad. És a B középben hátul, mint az A tribűn 2-es, 102-es lelátójában, reflektor ráment, és ott volt. 1 perc múlva ott kitegett. És a kélyegben izzadva. A göncsiről folyt a víz. Hátra egy ilyen bűvéssegéd, így bögdöst őket, hogy integess! Érted? Megőrülte. Én nem itt, és álltam, mondom, hú, de jó tisztelet tegyem, de sajnálom most azt a 30000 forintot, a kiadtam volna. De nem volt helyismerete, rossz helyre varázsolta őket, nem oda kellett volna. Hát képzeld, hogy kidobja őket a 32-esek belére. Értem az arénától. Nagy dolog átmenni a kínai nagyfalon, menj át Abonyba 4-esen. Egyébként, tök jogos. Ott kapd össze magad. Ice küldte nekünk, köszönjük szépen. Az a bűvészkedjél. 4 éve hüllősóra vittem a keresztfiam, és még 3-5 éves barátját, 1 leguán, 2 kaméleon, 6 darab kígyó. A végén fél pucér nő nyakában a kígyóval rázta magát. Gyógyörhülhetetlen. És ez még az extrás. Igen, szörnyű. És kifizetsz egy csomó pénzt, nem? Mi is voltunk dínoson, ilyen fél percenként így megmozdult, tudod, hú, dino, izé, hű, és akkor valami mozgatta a fejét, de úgyhogy tudod, így érezted, ahogy így egymásba marnak a fogaskerekek, és akkor valamilyen tengely kapcsolódik, és érezted a lehetőségét, hogy most támad. Csak tetszen a gyereknek, csak tetszen a gyereknek, csak tetszen. Na, és ez a félelmetes T-Rex, látjátok? Igen, hihetetlen. Hát csoda, hogy ő volt évmilliókon keresztül a föld királya. Mexikóban fizettünk be cápa simogatásra, ezt figyeld. Majd, mikor oda mentünk, közölték, hogy elúszott.
Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Az is szép befizet a cápa simogatás, elúszott. Sajnos. Most mit tartsd ott? És amikor átutazod az egész országot azért, hogy megsimogassa egy kis oroszlánt, oda mész. És kim vannak a kis játékai, kim van a szponzornak a napernyője, csak nincs kint az orosz. Hát ő megpihent egy picit, most alszik bent, és hát nem fogják már kihozni. De hogyha várnak háromig, akkor nem. Sajnos nem tudom, mert két óra volt ide az út, két óra vissza. Én jártam így Delfinnel együttúszás, mint a $60 Mexikóban forgattunk az RTL, és másfél órát kellett utazni, és óriási utazunk, kiderült, hogy 2,5 órás az út egyébként, rosszul néztük a térképet, $50 tudta volna együtt úszni a Delfinnel, és ki volt írva, hogy az állat beteg. Hát kész. És ott álltál. És utaztál két órát, és nem tudtál a Delfin. Azt hittem, az agyamat eldobom. De bementünk a vízbe azért, hogy az illúzió meglegyen. Úszhatunk nyugodtan, csak nem lesz hal. De akkor valahogy nem tud segíteni a másiknak, a barátodnak, hogy ott áll melletted a támogató megjegyzés, hogy átkarolja a vállalatot, és azt mondja, hogy majd úszol vele. Takarodjak rá! Mert eszedbe jut, hogy egy olyan autó, ami nincsen légkondi, hogy mennyire rá voltál pörögve, hogy mennyire vártad, és akkor majd úszol vele. Igen, az nem igaz. A Csabi, hello! El kell fogadnunk, ide születtünk Magyarországra, simogassunk kutyát, macskát, disznót, tehenet, értem. Szóval miért akarunk mi mindenképpen delfinnel kell úszni meg cápát? Delfin, meg oroszlánt simogatnunk, meg úgyis csak leharapja a kezedet. Ami jut, az van, kész. Igen. Jó reggelt. Mi újság, csak Csabikám? Jó vagy? Képzeljétek el, defektem volt. Volt már nektek defektetek út szélén, cserélve éjszaka? Aha. Kereket? Volt. Nekem még nem volt. Általában út szélén éri az embert a defekt, már hogy oda állsz le. Előfordulhat a városban is, de nekem pont egy kamion előzése közben. És a leállósában, vagy hol? Ráadásul ez a négyes út, ami eleve nagyon-nagyon szép, én szeretem. Uh-huh. És hát hirtelen vissza kell menni valahogy azért mégiscsak a kamion elé, mert mögöttünk is sor van, és hirtelen lehúzódni. Úgyhogy szerettek, mindenki rám dudált. És család, mindenki? Nem, egyedül voltam, tehát nagy segítségem is volt. És persze melyik a bal hátsó, hogy közel legyél az úthoz, persze. Mindenképpen. Úgyhogy amennyire lehet, beálltam az árokba, és aztán hát, rekordot döntöttem egy kerék fél óra. Miért nem csináltam egy kézifékes fordulót? Mert hogy befelé álljon. Akkor befelé állt volna, ha szembe fordulsz. Az melegebben nagyon sok baleset van ám egyébként. És ugye az ember nem ellenőrzi ezt rendszeresen. Tehát honnan tudhatom, hogy azt tudtam, hogy a pótkerék megvan, de hogy fel van-e fújva, hogy van-e elegendő szerszámom hozzá, kulcsom, emelőm, stb. De volt. Olyan jó kis felszerelt autóm van. Hogy örülsz, milyen büszke vagy. Na, utána jó érzés tényleg, de jó, ezt meg tudtad csinálni egyedül. Igen. Nagyon jó. Gondoltam, hogy felhívom Ferit, mert egyszer már hazavontak. Nézd, mehette volna, érted, megint. Volt türelmed minden anyához? Igen. Kettő elég lesz. Miköze ehhez a... A Laura. Miköze, igen, hogy jön ez most ide? Anyukákon túl voltam, és aztán utána kereket cseréltem, igen. Nem is nagyon lehet gurulni, mert akkor a felnit tönkre teszi. Tehát, hogy ez nem szerencsés elgurulni valameddig félreállni. Ja, és persze néztem előre, hogy hát, ha van valahol egy benzinkút, vagy egy kiálló, vagy valami, hogy tényleg egy tízzel elgurulok odáig, de nem volt. Így jártam a hétvégén. Jó van, de jó volt azért a péntek, te még voltál, te péntek még nem kapott el az eső, nem? Nagyon jól sikerült a péntek, Király Viktorék voltak az utolsók Lindával, akik felléptek, nagyon-nagyon jó bulit csináltak egyébként, olyat muzsikáltak, hogy a hajunk égnek állt tőle, de jó értelemben. És aztán egyszer csak hátra néztünk a Krisztával, ugye az Argyelán Kriszta volt most a műsorvezető társam a színpadon. Hátra néztünk, és feketeséget láttunk magunk mögött, meg azt, hogy az ég és a Balaton között nincs különbség színben. Tehát, hogy és akkor azt láttuk, hogy mindenki rohan. És akkor mondtuk, hogy akkor most türelmet kérünk, leengedjük egy kicsit a színpadot, és hát mi is rohantunk. Pillanatok alatt odaért a vihar, és egy órán keresztül megállíthatatlanul. De ezt nem tudják előre? Figyelj, ez egy rendezvény, tehát mi, mint rendezvény szervezői rendszeresen, folyamatosan ellenőriztük azt, hogy mi történik. Az a megdöbbentő, amit ugye neked meséltek, hogy ugye telefonáltunk, mint Klassz FM folyamatosan, igen. Hogy lesz-e esetleg vihar. Hát egy kicsit megerősödik a szél. Na ez a megdöbbentő a számomra, hogy azért vihar előtt 10 perccel, amikor még telefonáltak a mi promóciós lányaink, hogy lesz-e vihar, mert azért ott mégiscsak ugye a rádió felelőssége, a koncert. Ott senki nem mondta azt, hogy... Azt mondták 10 perccel a vihar előtt, hogy csak egy kis szélerősödés. Hát azért az már látszik, hogy jön. Amire mi fel voltunk készülve, de hát ekkora esőre azért nem. Hát brutális vihar volt. Igen. Mi is az mondom, 30 kilométerre voltunk. Esett. Igen. Mert arról na, jött. És Siófokról mondták. Siófokot hívtuk fel? Aha. Na, hát a 10 perccel előtte hívta Siófokot, ott már esnie kellett.
Lehet, hogy az, akit felhívtunk Siófokon, mégsem Siófokon. Igen, volt. Ő lehet, hogy Miskolcon volt. Én mondjuk leginkább azon döbbenek meg, hogy a Zsuzsi nem látta, pedig ő Székesfehérvárig ellátta Balaton partján. Igen. Fia, a Zsuzsi feje állandóan felhőben van. És most itt hallgatózik. Igen, de hogy gyerekek azért, tehát azt nem azt mondom, hogy egy napra előre kell, hogy tudja a meteorológia, de hogy 10 perccel a vihar előtt nem mondják azt, hogy hát jó lenne ezt a koncertet lefújni, nem? De 10 perc múlva elég nagy zuhi lesz, ahol most önök állnak. Inkább engedjék haza a tömeget. Ez csak egy kis szélerősödés, hát azért az a péntek délután az messze volt a kis szélerősödéstől. Igen. És gondolod, hát te kint vagy hajóval, és mint te betelefonálsz, fölhívod ugyanezt a központot, vagy vitorlás, azt mondja, hát egy kis szélerősödés, jó vitorlásnak gondolod magad, hát beesik egy ilyen szél, nyilván a vitorlások már ránéznek az égre 6 órával előtte, tudják, hogy ez le fog szakadni, meg hogy honnan jön, Badacsony, mint tudom. De mondjuk kim van valaki, aki nem annyira jó hajós, aztán egy kicsi szélerősödés. Uh-huh. Jó, maradsz egy olyan viharban. Nem nézel hátra, csak hasítasz, kezd hely felé. És jön mögötted. Végre megjött az a szél, amit vártunk. Jaj, de gyorsan. Terjarccal nagyon mosolyogsz, állsz a kormány mögött. Ú, de jó. A éjtenger ördöge, tudod. Géza, az ott meg ne törődj vele. Géza, az ott mögött, ne törődj vele. Jó vagyok, bocs, mi még egy sőt, annyit. Így van. Igen. Szóval fel voltunk készülve mindenre, még így is. Természetesen, hál' Istennek, személyi sérülés nem történt. Annyi van, hogy két koncert elmaradt, amiért valószínűleg majd kárpótolni fogjuk valahogy a hallgatókat. Lejátszod a rádióban a kívánság műsorban a Hooligans egyik dalát. Ez most már a Hooligans második dal? Vagy az Ergo a Füreden az Ergo bukott be? Nem, vagy ott is. Ott Hooligans? Ja, nem, ott Ergo lett volna. Igen. Na nem baj, majd Debrecenben. Nem történt, akkor sikerült időben lefogni a Hooligans menedzserét. Őket megkértük, ha már itt vannak, akkor fogják már a sátrainkat, nehogy elfújja a szél. És akkor ott kapaszkodtak a sátorban. Na, majd Debrecenben. Ott kapnak egy újabb lehetősége. Na, hívjuk a nyertesünket. Hú, gyerekek, nagyon sok megfejtés jött. Szegények, ők mind nem nyernek. Halló, tessék! Halló, Balázs Morning Show, hello! Hello! Itt van mindenki, Zsanett, szia! Hello, Zsanett! Na, ja, kimegyek egy picit a szobából, mert lehet, hogy iszamozni fog a rádió. Egy női futballdrukker? Hát szeretem a focit, igen. De a párom még jobban, meg sporttal is foglalkozik. Na. Nagyon izgulok. Már mit jelent, hogy sporttal foglalkozik a szó, hogy érted, hogy sporttal vagy? Sportriporter. Ó. Egyébként csak hát ilyen kis helyi szintű dolgokkal foglalkozik, és nagyon szereti a kedvenc csapata, a Chelsea. Igen, azért ez mókás lett volna, hogy és ki ő pontosan? Hajdú Bista. A helyi szinten az hol? Mit jelent, hogy hol laktok, Zsone? Érden lakunk. Érden. Igen. Akkor a Gundel Tokács. Igen. Gundi. Na, ugye volt egy kérdés, ami úgy szólt, hogy ki volt az FTC vezetőedzője akkor, amikor a csapat a Bajnokok Ligája a főtábláján játszhatott, egy igazi legendáról van szó, pedig nem más, mint... Hát ő lesz a Novák Dezső. Novák Dezső, így van! Jól, mert hirtelen, hogy felhívtatok, elkezdtem veled a gondolkozni, mert úristen, elküldtem a helyes megfejtést, de hirtelen el is felejtettem, de eszembe jutott. Jól van, ügyesek vagytok. A párodnak nyerted a jegyet, azt jelenti, hogy velemész, vagy együtt mentek. Igen, igen. Jó. Jaj, nagyon örülök. Még van egy-két teendő, nem nagy dolog egyébként ezzel a jeggyel, amit nektek itt ki kell váltani, ezt majd mondjuk, jó? Ez egy pici kis adminisztrációs dologgal jár, de ez hamar megvan, és akkor megvan a jegy nektek. Jó, jó mulatást! Köszönjük, sziasztok! Hello! Na, Csabi, kell remekzenéid lesznek? Nekem is lett egy állandó kérdésem múlt hét óta. Na, az micsoda? Hát, hogy a kép aláírás. A kép nagyon szép kérdés, mondaná erre Vágó István. Készülnek a kép aláírás. És ha valaki esetleg nem tudná, ugye múlt hét végén, tehát nem most, hanem egyel korábban én Harkányban jártam, készítettem kizárólag azért fényképeket, hogy a Facebook oldalunkon megmutathassuk Balázs kép aláírásával. Elkészülnek. Nem, ez nagyon jó a kérdés. Készül. Tényleg milyen jó lesz majd visszanézni ezeket. Igen, most szedik, a nyomdászok most szedik a betűket. Meg lesz. Egyébként a Kálai Sanders András újdonságát hozom, a Juliet-et. Szerintem ez egy zseni, ez a csávó. Mind dalszerző kvalitásait tekintve, mint pedig előadói. Jó, meghallgatjuk. Hívjuk még gyorsan a nap hallgatóját. Van neve a kocsidnak, Csabi? Mondja, mondjam be. Nem, hogy Decemberi. Hogyne, Ford Mondeo, persze. Kocsi. De jó, de szeretlek, hogy nem becézed, jól van. Morning Show. Az bizony. Hello. Hello. Itza, úgy örülünk, ha női naphallgatójánk van, mert az mindig nagyon jó. Általában pasik nyerik ezt a címet.
És ez nagyon nagy öröm. Én meg már küldtem SMS nektek, csak nem kaptam rá választ. Lehet, hogy most nem is pasi. Itt, nem kaptunk rá választ, mit jelent, hogy nem válaszoltunk neked egy. Hát egyenként ritkán válaszolunk az SMS-ekre, tudod az... Igen, én egy húsvéti verset küldtem nektek egy... Hát egy elég jó humoros. Ja, húsvéti verset. Több ezer SMS jön be egy nap, én nem is mindegyiket látom, mert annyira gyorsan jönnek az SMS-ek, hogy elugrálnak, szóval, hogy igen, ez mindig opció, ugye, hogy én azokat beolvassam, vagy szemezgessünk belőle, bár senki ne vegye sértésnek, hogy... Április környékén küldted? Hát mivel a húsvét akkor van. Vigyázz olyan, hogy igen. Na, ugye arról beszél... De jó hangulat. Imádlak, hogy nagyon jó kedvű vagy. Ez a párom volt a háttérből. Ja! Hát az az klassz. Ja. Igen, dobos, és egyébként meg színjátszókörben is szerepelt nagyon sok na, éveken. Ezt éreztem a nevetésén. A párod, aki jazzdobos, és közben színjátszókörben is szerepel. Igen. Hogy hívják? Odaadom, jó? Ah, na, add egy pillanatra, jó. Hello, sziasztok. Hello! Te kacagsz ilyen helyesen? Parancsolj? Te kacagtál ilyen helyesen? Igen. Nagyon, nagyon tetszett. Jó ízű nevetés volt. Ezt a hangot a szádon adod? Na most kezdem szeretni ezt a műsor. Ezek a jó megszólalások. Rovatot. Rovatot nekik. Jól van, téged hogy hívnak? Én Tibor vagyok. Tibor, jó nálatok a hangulat, abszolút. Ezt szeretem. Mindig ilyen egyébként. Igen, jó lehet nálatok a karácsony. Öregségünkre már csak vigyorgunk. Te jó. És hogy kuncognak? Nagyon jó. Reggeli pisi meg a kaki megjön, akkor boldogok vagyunk. Na, örülünk, mi? Nincs veletet, üres telek megveszem. Nagyon jó. Boldogság rögtön megvan. Hát ez ugye apró örömök az örömök igazából az életben. Jól van, adod icát egy pillanatra még nekünk? Hogy nem, parancsa. Hello. Nem ugyanaz a karakter a két hang? Nem ugyanaz az ember, csak nem, biztos, hogy nem ugyanaz. Hello, hello. Oké, okay. Na ugye David Copperfieldről beszélgetünk, hogy átment a kínai nagyfalon, és az mekkora mutatvány volt. Te azt írtad nekünk, hogy nagy dolog átmenni a kínai nagyfalon, menjen át Abonyba a négyesen. Teljesen jó. Főleg az ebrán egyszer, igen. Hát ott állhat egy fél órát. Ica, te lettél ezen a naphallgatója, jó? Jó, nagyon örülök neki. És küldünk nektek egy szép kis ajándékcsomagot. Jó, nagyon köszönöm. Jó. Mit mond a párod? Hogy köszike. Ja, köszike. Jó, küldjük neki. Sziasztok, ciao, köszönjük. Hello. Hello, hello. Hát, nagyon egymással találtunk. Van nagy mulatság, igen. Jó van, zenét elmondtuk, nyertes visszahívtuk. Csabi jön a kívánságműsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, ha szeretnétek tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.